It's brand new. It's brand new. Óra múlt, 11 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello, Jani! Szia, jó reggelt! Hát Ferencük továbbra sincsen. Ugye azt mondtuk, hogy ő eltávozik egy kis időre, hogy adózzon a kolbász és az égetett szeszek oltárán egy hétvégi rendezvényem. Keresétek folyólag az elhullott állatok nyomán. Található meg, amerre sok a halott malac, ott valószínűleg ott van ő is. Ott kell lenni a halmok tetején, egy hősként, ott kell állni a csüdig vérben. Úgyhogy ő csak hétfőn lesz, addig meg mi tartjuk a frontot, és itt vagyunk most a hét legboldogabb napján, aminek nagyon örülünk. Mi van ma péntek? Bár számukra semmi változás nincsen az elmúlt hetek programjához képest, és még egy pár hétig gyakorlatilag ugyanaz is lesz. Rádió, próba, vagy felvétel, utána pedig megint. Rádió, próba, vagy felvétel, néha megnézzük a családot, vagy fotóról, vagy videóról. Bemutatkozunk nekik újra. Bemutatkozunk nekik, hogy egy gyerek ne felejtsen el minket. De hát ezt nem panaszkodásképpen, mondjuk csak a tényszerűség kedvéért. Igen. De most a hétvégéből az egyik napunk szabad, úgyhogy... Hála a jó Istennek. Úgyhogy ez egészen jó. Megnézhetem, hogy megvan-e még az a mászóterem, ahova jártam annak idején. Mész mászni? Hát, kénytelen vagyok. Tényleg? Kénytelen vagyok. Na. Nekünk ráadásul a mászótársamoknál bejött egy gyerekprojekt, egy második is krambó érkezett, úgyhogy emiatt egy picit be kellett húznunk a féket, és most a hétvégén végre el tudok menni. Nem csak otthon a, hogy hívják, fölött az ajtó felett fogok tudni húzockodni. A kis súfnitban? Nem, benne a lakásban. Ja, benne a lakásban? Persze, úgy csináltam meg. Gyakorlatilag a lakás belső interiőrje úgy néz már ki, mint egy ilyen, nem tudom mi, egy raktár találkozása a kutyakennellel, a kutyakennel találkozása a, hogy hívják, a sportklubbal. De jó is. És az óvodával. És a gyerek mit csinál, mik húzockodsz? Számolja? Én röhög rajtam. Röhög? Persze, röhög, szórakoztatja, valamikor videózza. Most már olyan programokat talált magának, amiben nem csak képeket tud szerkeszteni, hanem akár kis videókat is. Iszonyatosan ügyes. Olyan dolgokat csinál, ilyen kis képi gergeket, a fejünket valahogy kiaplikálja az eredeti helyéről, és beaplikálja olyan fotókba, hogy elképesztő, és ilyen hihetetlen szórakoztató montázsokat csinál. Olyan dolgokkal lep meg nap, mint nap, hogy komolyan mondom, hogy leesik tőle az állam. Iszonyú ügyes. És ráadásul szórakoztató dolgokat. Tehát azt már simán megcsinálja, hogy ilyen, itt a kép a képben. Tehát talál olyan képet, hogy valaki néz egy televíziót. És a televízió műsor az akár lehet például a Wunderschön is, mert kiszed valahonnan egy képet rólunk, és beteszi a képbe. Marha ügyes. Aha. Marha ügyes. Tehát nekem fogalmam nincs arról, hogy csinálja. Ő ezt megtudja. Megtudja így. De pöcset még nem rajzolt a homlokomra. Nem, ahhoz ő még egy picit kicsi. Hát, hogy így mit szól egyszer menni az? Nézd, apán! A Balázsak homlokára rajzoltam, hogy egy szarvat. Unikorn is. Egy szarvú. De máshogy is hívhatjuk. Fura szarv. Nem is ott találtam. Nem azt írtam, hogy szarv, és nem arra jött ki. De mindesetben nem, ő még 11 éves, azért elterelgetem ezektől a dolgoktól még őt egyelőre. Úgyhogy úgyis ez egy ilyen meddő próbálkozás a részemről, mert néha megdöbbenek rajta, hogy jön haza, hogy miket mond, hogy miket hallott bent, és írtanom kell ezeket. De hát mindegy. Hogy mit hall benni? Persze, meg hogy mi a foglalkoznak a többiek, meg ilyesmi. Hát most például egy olyat hozott elő, hogy ez egy ilyen jó móka, hogy az egyik kisfiú kezébe rakott egy tűt, és akkor mondta a többieknek, hogy Pacsi! Atyaisten. Azért tudod, mondtam neki, hogy hát ez mondom nem annyira vicces. Meg más is rakatott volna a kezébe, és akkor mondja, hogy Pacsi. Ja, igen. Csak meg... azt nem tudta volna felemelni. Igen, csak meg... azt maga alá nyújtva, hogy Pacsi. Igen, tehát de igen, hát nem, ez... Tehát, hogy azért egyre durvább tréfákat engednek meg maguknak, nem tudom, hogy hol látják. Ha esetleg nálunk láttok valami hasonlót a műsorban, ne felejtsétek el, hogy mi kaszkadőrök vagyunk egyrészt, másrészt pedig nagyfiúk. Tehát, hogy tőlünk ne vegyetek el semmi rossz példát, gyerekek. Egyébként meg ne is nézzem ki a mi műsorunkat abból a korosztályból. Azt ne. Ne. Tessék aludni, este 9 órakor. Feküdjetek le, másnap iskola. Igen, és don't try this at home. Így, egészen pontosan. Egészen pontosan így. Ugye ez a legfontosabb. Így. Mi speciális képzést kaptunk, senki ne csináljon utánunk semmi, amit a műsorban lát, jó? Ez tényleg nagyon-nagyon fontos. Így van, tehát amit például a hétvégén csinálunk majd a műsorban, azt se csináljuk utánunk senki, jó? Azt nem, ami a nyitó jelenetben lesz, az senki, igen. Balázs, tudsz veszíteni? Megtanítalak, így egy hallgató. Tudok egyébként. Van? Mi van? Most veszítésre állunk, vesztésre állunk, hogy mi van? Hogy állunk? 2-1 ide?
Tehát akkor max döntetlen lehet. Nem. Te hoztad most a tegnapot. Nem, most mi állunk nyerésre? Azt mondom, hogy 2-1 ide hoztad a tegnapot, persze, igen. Persze. Tehát max döntetlen lehet. Így van, tehát meg tudom erősíteni azt, amit mondtál az előbb. Olyan nagyon-nagyon rossz nem lehet. Nem lehet. Van olyan, hogy egy ember szempillája befele nő olyan? Igen, van. Igen? Van, van. Hát, én nem tudom. Én olyan vagyok már, mint egy öreg ember. Egyre jobban kezdek lerobbani. Van egyébként nem ilyen, tudom. De hogyha nincsen arra szempilla spirál. Hogy a kocsiba hagytam, de a púderem mellett. De ne légy, ne piszkáld, mert azzal teszed egyébként tönkre. Most amikor bejöttél, egész jó volt, most elkezdett piszkálni, és az attól fog begyulladni. Akkor jó, ha be van csukva, nem bírom kinyitni, mert valami nagyon szúr benne. De annyira szúr, hogy nem bírom kinyitni. Az a baj, hogy zavarba hozom, mert egész 10 vagy 4 órán keresztül olyan lesz, hogy kacsingatnál rám. Hello. ne piszkáld, ne piszkáld. Nem, mert azt le fogom ragasztani. Ki kell mosni vízével, forró étolajra. Igen, igen, forró, nagyon-nagyon forró gyömbére. Nem, ne piszkáld, az a lényeg, mert csak belekotasz valami szemetet, aztán begyullad, és hétvégén a felvétel. Olyan van, hogy leragasztom... Nem miatt aggódok, hanem a műsor. Olyan van, hogy leragasztom a szememet? Igen, van. Erről kérdezt Ferit, neki hosszú jövőn keresztül le volt ragasztó az egyik lencsé. Ja, tudom, ő volt a kis leukoplasz fiú. Igen. Hát ugye az azért van, hogy az egyik szem fölhúzza a másikat. Igen. Tehát a jót letakarják, és akkor a rossz, ami el van lustulva, az egy kicsit beindul, és hozzáfejlődik a letakarthoz. Amiközben elbutul, ezért aztán azt kell letakarni, és akkor ez így megy örök életére. Igen. És hogyha esetleg túlságosan följön az egyik, akkor meg a másik lesz gyengébb, akkor meg azt kell erősíteni. Na, ezt mondtam. Gyakorlatilag így félszeműként éli le az ember a világát. Igen. Az életét. Na mindegy, ez van. Figyelj, most olvastam egy nagyon érdekes cikket, és megmondom őszintén, hogy engem is egy picit így felháborított a dolog. Ez egészen konkrétan arról szól, hogy a Rékosi Karcsi állítólag nekiesett egy fotósnak, mert hogy egy rendezvényről jövet, őt és a kedvesét lefotózták. De rendezvényről jövet menet? De igen, így van. Ott volt egy takarék szövetkező? Nem. Jó, oké. Ez a kis bábú tartalék, ez a takarékszövet kéz. Na, és a lényeg az, hogy jöttek el, és ott volt valamelyik ilyen igényes bulvárlapnak, pontosan nem bulvárlapnak, hanem egy internetes megfelelőjének a fotósa, és lekapta őket. És akkor Karcsi így gondolt egyet, lépett kettőt, és aztán így visszakanyarodott hozzájuk. Azt mondta, hogy tudott-e ki az a Bartazsol? Így van, tudott-e ki az a Bartazsol, soha nem néztél barátok között. Na, az nem egy karakter, az én vagyok. És mit csinált? Át is elvette a fényképezőgépet, jelezte az úriembernek, nevezzük így, jobb szó hiám így, jelezte, hogy azért szeretné megkapni ezt a memóriakártyát, szeretné látni a képeket, és aztán, mikor ezt nem annyira akarta így abszolválni a fiatalember, akkor így elvette tőle a fényképezőgépet, és bedobta a csomagtartóba. És megmondom őszintén, én tökéletesen egyetértek vele ebben a dologban. És elvette a gépét? Elvette a gépet, amit aztán később mégis visszaadtak, és akkor néhány ilyen telefonnal készített képet lehetett is látni az ügy kapcsán. De nem akarok különösebb reklámot csinálni ezeknek a lapoknak, mert marhára nem érdemlik meg, de tökéletesen egyetértek vele. Tehát, hogy szerintem azért már mindennek van egy határa. Annyira felháborító, annyira gusztustalan, amit csinálnak. Tehát, hogy ez a fajta ilyen dögevőség, ez a fajta tényleg olyanok, mint hogyha ha ilyen hiének lennének, hogy egyszerűen ezek az emberek nem tudják élni a saját életüket. Ez nem elég, hogy hosszú hetek óta gyakorlatilag mással sem lehet találkozni, csak az ő sztoriukkal a különböző címlapokon, amivel egyébként nem, hogy ja, és persze azt mondják, hogy így az egyik ember fájdalma, úgy a másik ember fájdalma, és gyakorlatilag ezt a fájdalmat közvetve ők okozzák azzal, hogy minden egyes alkalommal, amikor be kell menniük az újságoshoz, akkor azzal szembesülnek, hogy egy egész ország csámcsog az ő magánéletükön. Mert amíg egy vagy két ciklet volna belőle, szétmentek, összejöttek, blablabla. De hogy hetek óta gyakorlatilag más sem látsz a lapoknak az elején, illetve a különböző internetes portálokon, csak azt, hogy most ki mit szúrt el, és hogy ki kinek okoz fájdalmat, ki kinek tett keresztbe, és egyébként meg. Tehát, hát igen, csak kérdés, hogy ilyenkor ugye, szóval, hogy nem adnak neki igazat. Tehát, hogyha a BTK szerint nézzük, akkor ez... Tehát ha te erőszakkal elvettél egy fotóriportot, a munkaeszközét, és te beraktad a kocsiba és elvitted, akkor te elraboltál tőle valamit. Igen. Tehát hogy az tulajdonképpen a BTK szerint rablásnak számít. Igen, de előtte meg volt egyfajta személyiségi jogsértés. Nyilván ők azért tökéletesen tisztában vannak, tehát hogy ezek a fotósok tökéletesen tisztában vannak azzal, hogy meddig mehetnek el,
és valószínűleg egyfajta védettségük is van, az a jogszemszögéből nézve, viszont hogyha meg emberileg nézzük, meg elkölcsileg ezt a dolgot, nincs akkor... exakt állásfoglalás a bíróságon, nagyon nehéz, nekem is nagyon sok ilyen perem van, meg nagyon sok volt, meg sokat meg is nyertem, meg jelen pillanatban az egyik perem úgy áll, hogy éppen felszámolást indítottunk a lapot kiadó cég ellen konkrétan. Tehát mutatom neked. Nincsen már, azt nem veszünk, a harmadik legrosszabb. Nem. Konkrétan felszámoltatom a céget. Na, és most írt az ügyvéd, hogy akkor jó, akkor hát akkor majd 3 havi részletbe, csak inkább kifizetik azt, amit megítélt a bíróság, mert egyébként felszámolják a céget. Óriási. Igen, ez nagyon nagy dolog. Szóval, hogy nincs exakt állásfoglalás, hogy milyen lehetőség egy fotósnak, ez a BTK szerint egyébként inkább a fotóst védi sajnos. Szóval, hogy erre egy bíróság simán azt mondja, hogy közszereplő vagy, ezt neked el kell tudni viselni, viszont ha te dulakodtál, elvetted a fotót, akkor az vagy garázdaság, vagy rablás, értéktől függetlenül. Szóval, hogy ez... Nyilván, ha mondjuk előkerült a fotósnak a gépe és visszaadta, akkor ez lehet akár enyhítő körülmény, de ez így nem hangzik túl jól. A munkájában akadályozta esetleg, de hogy lehet valakinek, szóval a fotós az a munkája, fejjelentés. Érted, hogy másokat zaklasson direkt módon. Érted? Írjanak róla. Egyébként ezt úgyse tudod megakadályozni. Na de hát... Mert nem akarsz adni nekik interjút, akkor ők csinálnak egy olyat, hogy mit tudom én például, hogy nem velem is megtörtént, hogy akkor egy 3 évvel ezelőtti interjúból összehollóznak egy két oldalas interjút, miután te nem akarsz adni. Oké, ezt nem tudod megakadályozni. Igen, az, amikor benyúl a kocsitba és befotóz, tehát ott eldurran az ember agya, persze. Tehát, hogy csodálkozom, hogy nem ütötte meg a karcsit. Egyébként teljes joggal, mert nagyon nagy hiénák a legtöbb ilyen fotós. Tehát én jobban vagyok egy-kettőben, van egy-két normális, meg aki odajön, mondja, hogy lefotózhatom, de hogy figyelj, most ne. Nyilván vannak ilyenek is, tök jó. Nyilván a Rékosi most érdekes, tehát válik, új párkapcsolata van, mi van a dátára, tehát ő most abszolút pörög és abszolút a kategória. Igen, hogy hol a határ, hogy mit engedhet meg magának egy fotós, és mit nem. Tehát lefotózhat kívülről téged, hogy beülsz az autóba az új barátnőd, de igen, hiszen közszereplők vagytok. Benyúlhat a kocsiba, azt már nem. Mikor védekezhetsz? Meddig védekezhetsz? Mit tehetsz meg a saját magánéleted védelmében? Nagyon nehéz. Nagyon nehéz. És nem is védik egyértelműen a közszereplőt, de most már talán egyre jobban. Egyre jobban. Ugye más a kiskorú van a dologban, akkor azért verekedhetsz is nyugodtan. Idézőjelesen nyugodtan, de akkor ott azért a kiskorú veszélyeztetéséért ők megüthetik a bokájukat. Ha mondjuk egy kiskorú tesznek címlapra, azért szokták azt kitakarni. Vagy ha nem közszereplő például. Tehát most a Rékasi összejött volna egy olyan nővel, aki nem közszereplő, hanem civil, akkor őt nem tehetnék be egyáltalán, mert nagyon durva pereket tudna a lapok nyakába akasztani. Így, hogy mind a ketten közszereplők, így azért ez egy picit nehéz. Így azért ez egy picit nehéz, elvileg nem ütheti meg. Nem egy, szóval, hogy ilyenkor ez mondom, ez rablás, barátság, önbíráskodás, nem ütheti meg. El kell tudni viselni, de ugyanakkor én megértem, egyetértek vele, nem támogatom, de azt gondolom, hogy néha azért a fotósoknak is ráfér. Tökéletesen érthető ez a szituáció, tehát, hogy tényleg. Meg hogy zajlott? Megkérte nyugodtan, a fotós nem ment arra. Megkérte még egyszer, a fotós nem hagyta abba. Harmadszorra, ha kiszállt, akkor már értem a karcsit, mert érted? Tehát most kétszer mondta, hogy légy szíves, ne. Nagyon sok olyan fotós van, hogy elmegyek egy rendezvényre, bikivel, és azt mondom, hogy gyerekek, én most, mintha itt se lennék, légy szíves, ne. Jó? Arra vonulnak és nem fotóznak. Van, aki meg azt megcsinálja, hogy ami Viki elmegy a mosdóba, és én ülök egy nő mellett, addig azt mondja a nőnek, hogy figyelj, ülj már közelebb a Balázshoz, mert csinálok rólatok egy képet. És mondta neki, hogy normális vagy? Hülye vagy? Milyen képet csinálsz te? Hát, hogy ti most itt vagytok, és akkor ti most ismerkedtek. Mondom, egyrészt nem tudom, ki ez a lány, kettő nem fog közelebb ülni, de mondom, egy perced van. Mondom, Viki visszajön, mondom, letépi a fejedet. Tehát ismerd a Vikit. Mondom, az nagyon csúnya dolog lesz. Hogy üljünk össze, mi ketten egy idegen nővel, mert akkor ő azt utána el tudja adni, ugye, és az újság kép aláírásba alá teszi, hogy mit tudom én, Balázs ismeretlen nőkkel, nem tudom, flörtölt. Vagy Balázs, amíg a felesége elment popcornnél, már is beszélgetésbe elegyedett egy ismeretlen nővel. Milyen durva a kép aláírás, és azt hiszed, hogy mekkora rohadék ez a Balázs. Közben mi történt? A Viki elment mosdóba, én ültem egy széken, mellettem volt egy üres szék, ott ült mellettem egy vadidegen nő, és odajött egy fotós, és azt se tudtam ki, de üljetek már egymás mellé, csinálok egy képet. Hát... gondolatot, hogy tőlem az mit kapott. Hát, nagyon kiasztottam, és mondtam, hogy figyelj, én még most nagyon finom voltam, de mondom, ha Viki visszajön, mondom, azt nagyon csúnya lesz, úgyhogy szerintem mennyi. És akkor jó, hát ő azt nem úgy gondolta, nem mondom, szerintem akkor mennyi. De igen, de hogy mit nem gondoltuk. Következő történik, ők ezt lefotózzák, és utána ezért nekik a lapok fizetnek. A lap már aláírja a képaláírást, súlytól, fajsúlytól, szereptől függően. Bármit.
Tehát például engem lefotóznak egy ilyen nővel, azt egy bulvár, azt simán átveszi, fizet érte 20.000 forintot, és mondom, kép aláírásba bármit letesz. Balázs vidáman nevetgélt ismeretlen nővel, amíg a felesége patogatott kukaircájra állt sorba. Ahogy Viki elment mosdóba, Balázs azonnal beszélgetni kezd. Érted, négy fajta kép aláírást tudok tenni, egy olyan kép alá, amit egyébként ő ültetett ott össze minket, és nekem nincs elég rutinom, és nem ebben vagyok 20 éve, akkor azt mondja, hogy figyelj, gyere, csináld meg, hát most mi ott ült egy csaj. Persze. Érted? Tehát nagyon-nagyon észnek kell lenni, de az, hogy a Rékasi verekszik, vagy hogy elveszi a gépet, ővel tökre megértem, de hogy ebből ő rosszul jöhet ki. Szóval a jog ebben a helyzetben nem őt védi. Igen. Na, mindegy. Úgyhogy, igen, tudod, mennyibe kerül az a gép, elveszi, összetörik, nem törik, meg kell fizetni, perre megy, mert a fotós végül is végezte a dolgát. Csak hogy hol a határ, de még, ez még mindig egy olyan dulvul, a hazai bulvár sajtó azért nagyon dulvul. Olyan voltam, mint Teddy, dulvul. Szóval, de még mindig nincs ez, mint Amerikában, nem tud kitenni a lábad. De hát most szegély rékességnek igen, most észnél kell lenni. Nem lehet külön. Szörnyű, figyelj, szörnyű. Igen, hát szene se tudjam. Valószínűleg, ha nincs ez a húzavona, ugye, hogy visszamegy, még nem megy vissza, mert egyszerűen azt mondja, elválunk, és új életet kezdek, és vagyok a Gerdával, a Pikalival, akkor az egy egyszerű dolog. Tehát azért ez hónapok óta zajlik. És azért, hát ezért bulvár újságírás, hogy ennek utána menjen. Úgyhogy ez egy kemény. Ne ülj idegen nő mellé fotós kérésére soha. Borzasztó. A 054-es telefonszámú végű telefonszám tulajdonosan közene, hogy tekerj el, öreg. Nyugodtan. Ja, 054? Igen, pont annyira fogsz nekem hiányozni, mint én neked. Hány jó adó van? Hát miért nem hallgat más? Persze, hát most. Igen, Gangsta Zolit megírja valaki. De most, de, na mindegy. Bali, felszámoltatod a Ludas Matyit. Nagyon berágtam rájuk, gyerekek. Nagyon berágtam a Ludas Matyira, mert olyan szörnyű dolgokat csinálnak. Egyébként, ha már a Ludas Matyi, van egy olyan rejtvényújság, akik más újságokból vesznek át fotókat, és leközölnek új cikkeket egyébként, hogy te nem is nyilatkoztál nekik. Na, ez például milyen, nem? Tehát ez is olyan fura dolgok vannak. És akkor mindenki ezt, hogy te nyilatkoztál, amit a Füles magazinnak. Közben egyébként rohadtul nem. Na, mindegy. Hát senkinek sem könnyű jelen pillanatban. Játékkal hogy állunk? Egy-egy? Jól állunk. Kettő-egy. Ide. Tehát legrosszabb esetben egy döntetlennel kell, hogy elmenjünk hétvégézni. A legjobb esetben pedig simán egyértelműen megalázó módon behúzzuk a hetet. Nem hozhatunk szégyent a Ferire. Ferire, hát a Feri valahol éppen fekszik. Dehogy fekszik. És próbálják az árokpartról hazahúzni. De, persze. Éppen szerintem egy ilyen kis bobkettes targonca próbál így alányúlni finoman, tudod, egy nylon zacskon föltenni egy ifának a platójára, és hazavinni, mert szorít de két levágott disznófejet. És sehova nem megy. Hozzátok még valamit inni. Micsoda, hát most fél hat, fél hét. Hát, szerintem körülbelül most fekszik. És egy óra múlva már fitten, fiatalosan, már jön és újra műsort vezet, és már ott van. Az a szervezet mindent elvi. Igen. Balázs nem vett részt az árvízi védekezésben, ugye a bulvár generátor, igen, amit az előző bundesőnél megmutattunk, hogy működik. Ez egy nagyon kis helyes hasonlítás volt, igen, hogy Balázs részt vett az árvízi mentésben. Mit csinál ebből a bulvár sajtó? Balázs nem vett részt az árvízi mentésben. Na mindegy, jól van. De gyerekek, a bulvárt viszont azért ugyanakkor meg sokan olvassák, szeretik, még az is átnyálazza, aki azt mondja, hogy fúj, micsoda szegylap, de azért a kezébe kerül egy elolvassa, tehát azért sokszor bántják őket, de közben meg olyan, mint a barátok közt, hogy senki sem nézi, de mindenki látja, igen, tudod. Igen, csak rettenetesen inkorrektek, nem érdekli őket semmi más, csak az eladott lapszám, és ezen a héten megígérnek neked valamit, amit aztán a jövő héten biztos, hogy áthúznak, hogyha éppen a saját érdekeik úgy kívánják. Tehát, hogy ez ezért kell berelni. Így van. És aztán magyarázkodjál majd, illetve hát nem feltétlenül kell magyarázkodni, csak így látod az ismerősöknek a szemében, látod az embereknek a szemében, a visszajelzésekből hallod, hogy gondolnak rólad valamit egy bulvárlap állítása szerint, aki valószínűleg meg se kérdezett arról. Hát
dologra. Szerintem azért ezt az emberek fenntartással kezdik el, elolvassák, elfelejtik, tudják, hogy bulvár, nem? Vagy benyalják egyértelműen? Szerintem akkor tartják, vagy akkor vannak fenntartások, amikor kedvelnek téged, amikor nem kedvelnek, akkor meg szó nélkül elhiszik. Igen. Na jó van, tessék jelentkezni játékra. Jó, 2-1, valaki jelentkezzen, aki nem túl jó. Erős játékosok kiméljenek, profik hagyjanak békén, lelkes amatőrök, izguló anyukák, remegő hangú gyerekek, nagyon helyes idősek és erőtlen fiatalok jelentkezzenek csak játékra, mert nyerni szeretnénk, mi pedig jövünk a hírek után. 10 perc, pontosan 7 óra, hello mindenkinek, jó reggelt. A 31-es főúton Mendénél csatornázás miatt óriási a dugó, ezt Péter üzeni nekünk. Csepelen a Pláza kereszteződésében autóbusz alakul a dugó, üzeni Timo. Ez egészen pontosan a Kossuth Lajos utca és a Szent István út kereszteződésében történt. Két autó frontálisan ütközött, áll a forgalom. Ja nem, mert az autó-autó, ez meg a Pláza kereszteződésében autóbusz, akkor a kettő nem ugyanaz, csak mind a kettő Csepelen történt. És Győrtől Sopronig Tejföl néha 30 méter a látótávolság, és egyúttal valamelyik játékra jelentkeznék. Sofőr Gaben küldte nekünk, köszönjük szépen. És a BKK Facebook oldala szerint mától kezdve 3 héten át módosított útvonalon közlekedik a 143-as és a 243-as autóbusz, mert a harmadik kerületi Égető utcában útfelújítási munkákat végeznek. Köszönjük szépen. Na, megnézzük, ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, egy hallgató és egyetlen szabály. A Morning Show arénájában Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János várják az új kihívókat. A csatát 4 tiltott szó dönti el. Fekete, fehér, igen, nem. Készen állsz rá? Jól gondolt meg a választ. Hát milyen kis egyedül maradtál ezzel a váhahahaha. Igen, igen, picit olyan magányosnak képzelem. Igen. Halló, jó reggelt! Halló, Morning Show, nyertem? Jó van. Humor van, minden van. Az megvan, hát, jó van. Azt mondták, hogy legyek vicces, hogy igyekszem nagyon. Jó van. De hát akkor miért nem vagy az? Hát nem tudom. Csak ülünk. Nem. Én nagyon vicces. Az jó. Vagytok, vicces vagy, az jó. Máté, hello, merre vagy éppen? Én éppen Tatabánya felé, vagy Tatabányánál az M1-esen. Minden oké, lehet haladni? Jó az egyes? Lehet, jó. Ködet kicsi van, hőmérséklet jó, minden oké. Oké. Jó van, köszi a kis közlekedést. Na, akkor válaszál valakit, ugye Feri nincs, kivel játszanál? Janival. Jaj, de jó fej vagy. Jó. Egy perc, nem több, nem kevesebb. Rád beszélt Anna, vagy tényleg engem választottál? Tényleg egy választottam. A morgos kis koboldot. Igen. Na figyeljetek, indítom az órát, jó? Egy perc, 3, 2, 1, és tessék! Dolgozni mész valahova? Persze, dolgozni megyek. Merre fel? Pápa felé. Pápa felé. Rendszeresen jársz oda? Még egyszer? Rendszeresen jársz pápára? Hát, ez nem lehet rendszernek nevezni, de úgy elvitve. Hoppá! Meg volt. Hoppá! Meg. Nem lehet rendszeresnek nevezni, valami ilyesmit mondtál. Szép vagy, Jani! Köszönöm szépen. Árut szállítasz? Igen. És milyen áru, milyen jellegű áru? Hát élelmiszereket. Egyik jelentős multinknak az országban. Jó van, nem rontottuk el nagyon a reggeledet ezzel most? Nem. Jól van, akkor. Beszéltünk, azt hittem, hogy milyen simán fog menni, de ez nehéz így, tehát tényleg. Igen, amikor adásba kerül az ember, azért az igen, mindig picit bonyolultabb. Igen, akkor elfelejti, hogy mi is itt a... Mi is már telefonálás, igen. Máté, köszi, vigyázz magadra, jó utat. Én is, köszi, ti is. Hello, ciao. Van valami, amit nem tudok hova tenni. Na. Méghozzá ez amikor az a híradósok... Tessék? Az a 20 pótméter? A pótméter? Pótméter. Vidéki. Pótméter. Pótméter. Nem erre gondoltam, hanem hogy mi az, mondd meg nekem őszintén, amit a híradósok aláírnak a híradó végén. Itt nálunk be van kapcsolva a tévé. Szívemből beszélsz. Hogy vége volt a híradónak az egyik kereskedelmi csatornán, és vége, ugye ők még mutatják, ha ketten vannak, akkor valamit beszélnek egymással. Ugye? Így van. Tehát akkor valamit ők ott úgy dumálnak. Ha egyedül van, akkor még meg kell várni, amíg eltelik az a 4-5 másodperc, amíg tulajdonképpen ugye őt mutatja a kamera. Ha van ott egy toll, akkor ezt a tollat megfogja,
és elkezd valamit aláírni. De mit ír alá, saját jelenlét ívét? Vagy itt voltam, kitöltöttem a munkaidőt, mehetek haza? Ezt nem tudom megfejteni. Szerintem a TV2-n ilyen perc alapú elszámolás van, és ahogy befejeztem mondani valamit, rögtön alá kell írnia, és akkor az alapján fizetik. Vagy én nem tudom, de hogy tényleg olyan fura az egész. Mi a jó Istent kell neki szignózni a közvetlen utána? Kipipálja a hírt, ez megvolt, ezt a többieknek már nem kell beolvasniuk, vagy mi? Igen, hogy ezt már nem mondja el senki délután. Ugye az is nagy rejtély, hogy ők mit mondanak egymásnak, de hogy amikor ő egyedül valamit aláír, azt meg fogom kérdezni a szellőt egyszer. Már a szellő nem ír alá egyébként, ott üldögél, összeszedni a papírjait. Ugye van ott egy 5-6 másodperc, amit még ki kell töltened. Ugye, amíg ott téged mutat a kamera, ősz, csak nem kezdhetsz el integetni, ilyet csinálni, meg nem tudom. De hogy, és a 10-ből 8 aláír. Saját magának egy papír van előtte, és arra valamit ráír. A szellő nem szokott aláírni? A szellő nem ír alá, nem. A Pakman szokott aláírni, a TV2-n most volt reggel egy srác, ő is aláírt. Egy szerezünk már meg egyszer egy ilyen papírt, kérjük már meg a Trütkot, a csempészekinek, hogy mit ír rá? Ráírja, hogy ákom, bákom. Vagy elloptad a nagykabátot. Pont a nagykabátot. Készen van a fejecske. Vagy ez hogy van? Mit írhat alá? Tudti valamilyen jelenléti ívszerűség. Tehát, hogy akkor ott mitől lezárja az aznap reggelét, és akkor, na, én már végeztem, mindenki menjen a dolgát. Csúnyát azt nem írhat rá, mert ha esetleg csúnyát mutatnak, akkor valószínűleg kirúgják őket. Tehát, hogy ilyen rajzolgatás, ez biztos nem. Tényleg, mi van, rajzol valamit? Vagy, érted? Nem tudom. Na mindegy, csak most látom. De valami obszén dologra gondolsz? Hát még valamit, persze, valamit oda rajzol, áthúzza. Nem tudtam megfejteni. Na mindegy, jó. De várjál, még mielőtt tovább mennék, azért mondjuk már el azt, hogy én évek óta nem láttalak így ebben a pozícióban, mint most. Jó, mindjárt lejövök gyertyállásba. Hihetetlen, hogy még mindig milyen havas a Balázs átült a pulthoz. Hát te régen, amikor a rádió... Létszámlépítés lesz? Megszabadulunk egy technikustól? Nem. Amikor a Feri elmegy, akkor tudok egy kicsit garázdálkodni, mert egyébként nincs erőm keverni. De hát régen a rádió DJ-ben együtt dolgoztam. Persze, azért mondom, hogy a DJ-ben annak idején Balázs kevert, és most gyakorlatilag ugyanebben a... kevert, kavart, sikert. És most ugyanezt történik. Tök jó látni. Ugye? Aha. Na majd csak figyeld, amikor kikapcsolom a mikrofonodat. Csak figyeld, emeld már feljebb a széket. Te ülsz alacsonyan. Ja. Nem nekem kell följebb jönni. Ebbe is van valami. Na, kaptam egy papírt, és erről akarok beszélni, mert egy picit meg vagyok ijedve. Na. Jött egy végzés. Inkasztó. Jött egy végzés a Budaörsi járásbíróságtól. És hát ez nem tűnik túl megnyugtatónak. Amiben azt írják... Járásbíróság a vármegye házáról. Figyelj, mert komoly. Na. Sebestyén Balázs Ottó. Tehát ez már önmagában is azért... Hát ez nem te vagy, mindenki tudja, hogy Sebestyén Balázs Pocahontas az igazi neve. Neked csak Otti. Ha gondolod. 77. július 18-án született. Itt magamra ismertem, hogy jó helyre jön a neve. Elkövetővel szemben, tehát így folytatódik a levél, hogy elkövetővel szemben, helyszíni bírság, pénzbírság átváltoztatásával kapcsolatos szabálysértési ügyben közli a nem tudom milyen rendőrfőkapitányság, mint elsőfokú szabálysértési hatóság, jogerős határozattal kiszabott 5000 és 10000 forintos szabálysértési eljárás után az átváltoztatást elzárásra ezen indítvány beterjesztette. Mészesítre, gecó! A bíróság tájékoztatja, hogy a bekezdés alapján nem lép a meg nem fizetett helyzetbizsgálat. Ez egy szabálysértési elzárás. Ha az elkövető, felsorolják, hogy mikor nem lehet engem elzárni. Egyik sem vagyok. Jelen pillanatban ott tartunk, hogyha nem lépek ez ellen, akkor engem elzárnak. Na most 10.000 forintom van szabálysértésként, ami azt jelenti, hogy 5.000 forint egy nap, tehát 2 napra be akarnak nyomni. Értette ezt? Hát figyelj, de szerintem viszonylag könnyen megúszhatod a dolgot, ha befizeted a 10.000 forintot, de szerintem ne. Legyen ez egy teszt a lelkerova. Egy 48 órás. Mi van akkor, hogyha nem fizeted be ezt a 10 rugót? Én nem emlékszem erre igazából, tehát hogy biztos, hogy volt ilyen, valahol megint valami rosszat csináltam, rossz helyen parkoltam, vagy nem tudom, elkapott a rendőr. Tehát valami mikromágiáról van szó, mert ahogy mondod, átváltoztatásról, valamit átváltoztattál. Valakit, de ez a saját külfővel, Danny Blue segítségével. A muglikat elvarázsoltam Roxfordba, de hogy
nem tudom, hogy hol befizetni, mert nem emlékszem, hogy mit kell befizetnem. Ez a legnagyobb baj. Tudod? Tehát hogy nem tudom, hogy mit kéne befizetnem. Na most, ha nem tudom, hogy mit kéne befizetnem, akkor nem fogom tudni befizetni, ha csak föl nem hívom ezt a budaörsi járásbíróságot, be nem megyek. De mi van akkor, ha én mondjuk ezt nem bontom ki, akkor 3 nap múlva megérkeznek, elvisznek bilincsbe és elzárnak 2 napra? Elvérben, igen. Kijönnek érted a zsandárok a járásbíróságról? Igen, igen, kijön a köszönjét. Hangisbíró és 2 zsandár. Igen, igen, és a piactéren felakasztanak. De most komolyan mondd meg nekem, hogy mi van. Hát be kell menned a járásbíróságra, és ott be kell fizetned. Ott van egy pénztár, kész egy csekket, és akkor ők igazából teljesen mindegy, hogy miről van, szóval nem is kell ráírnod. Van egy ügyiratszám azon a papíron, ráírod az ügyiratszámot a csekre, beírod azt, hogy 10 000 forint, és most meg fogsz lepődni, átadsz 10 000 forintot. És akkor már meg is vagy. De én ezt nem tenném a helyedben, mert sokkal izgalmasabbnak hangzik az, hogy 2 napra sítre mész. Jó, hova megyek akkor? Tehát hova megyek? Van egy külön a szabálysértési eljárás. Hát ahova akarsz, eljárás... Dabur Roland is most átkérette magát tökőre. Szabálysértési eljárásokat be nem fizetett helyre megyek, ahol ahol ül, vagy előzetesbe megyek 2 napra, vagy máshova megyek, akik egyébként ott ülnek, és ami közlekedési szabálysértést elkövettek, nem fizették be, hogy hova megy az ember. Tehát engem ez érdekel. A gyors kocsi. Mert ha a dolog jó, akkor... akkor bemegyek 2 napra, csak kipróbálom. Lesz egy kiúszod attól, hogy te bementél 2 napra? Hát lesz, hát. Lesz? Hát onnantól kezdve te sittes vagy. De miért lennék sittes? Hát ez csak egy szabálysértési eljárás. Hát én nem, és kijönnél ilyen börtöntelt kokkal már 2 nap után, ilyen rettenetesen, vagy rettenetesen átváltozva, ilyen kőkemény bűnözővé. Szia kicsim, elosztok. Ügyes srácok, ez a teszéket csak volt. Írdatlan keménybe tolnám. Tehát mi van akkor tényleg? Tárgyalás van? A tárgyalás után én már vigyem be a csomagot? Nem a kell tárgyalni. Hát ez már előre jelzi, hogy nincs itt tárgyalás. Érted, fognak, kimenek érted a zsandárok, aztán nehéz vasba bekísérnek a vármegye házára, gondolom ez, ahova felszaladt a páva. De egyébként szerintem a lakóhelyethez legközelebb eső büntetés végrehajtási intézménybe kell majd bemenned, fogházba. És 2 nap fogház? Tehát ez miért már fogházba akarsz menni? Hát egy keményebb vagy, mint gondoltam. De nem, hát a fogház, a fegyház az már különböző ugye mértékei a szabadságvesztésnek. A legenyhébb a fogház, ugye a legdurább a fegyház. Miért kéne fogházba mennem? Bevisznek 2 napra egy rendőrös, és én ott ülök elzárva, gondolom, igen, valahol egy iroda mellett. Igen, nem? Igen. Ez nem a fogház. Tehát a fogház, ahol te már letöltendőt töltesz, ami ugye a legegyébként. Akkor ilyen előzetesbe. Tényleg. Akkor valamelyik kapitányságon. Biztos van egy ilyen izé. Hát minden kapitányságon van egy ajtó, ahol azokat tartják, akik mit tudom, még nem fizettek be, vagy nem akarják. Nem, az ajtó az csak a helyiségeknek az elején van. Általában ott haladnak át. Az ajtó az önmagában kevés. De hogy ott szerintem így van. Így van. Ott van valami kis cella, vagy valami kis ilyen zárka, és akkor szépen oda bezárnak, és 2 nap múlva elengednek. Kipróbáljuk, hogy ez milyen? Szerintem igen. Lehet onnan telefonálni? Bejelentkezni? Pizzát kérni? Olyan nincs. Nem. Gondolom. Szerintem telefon nem tudsz bevinni, de naponta azt hiszem egyszer tudsz csörögni. Már rég voltam sitten. Már így nincs meg nagyon a dolog. De az viszont meg van határozva, hogy mi az, amit bevihetsz. Tehát, hogy szerintem így a 2 napra való váltás, ilyen tiszta ruha, meg tisztálkodó eszközök, meg ilyesmi. Nem tudom, hogy például beviheted a hajsütővasadat. Hát te azt vagy, ha kell, akkor beleülök és úgy viszem. Testi botozás. Hát itt meg... Hát ez meg... Hát itt meg mi lapul? Hát ez a kábel meg itt micsoda, hova vezet? Na! Igen, göngyölítsük csak fel az ügyet. Figyelj, én azért kapok kipróbálom. Reggelit, ebédet, vacsorát. Igen. Rendesen mindent? Menj ebbe a sitre. A farkasház is bevonult annak idején egy napra, azt hiszem. Azt írja meg nekem valaki, hogy ettől büntetett előéletű lesz. Mindenkit helyre tett a cellába, aztán. Ha igen, akkor nem megyek be. Ha bevihetek egy váltásfehér neműt, ha bevihetek arckrémet, ha bevihetek, mit tudom én, tisztálkodó eszközöket, akkor leülöm. Akkor azt most nem fizetem be, és akkor kipróbálom, hogy milyen. Mi ez, kicsi? Arckrém? Akkor rossz helyre kentem. Rohadtul csíp. Lejalogatod. Van nálad már a szörp kiskáska. Rak már ebbe a piábot. Milyen buta, ostoba sztereotípi ez a börtönnel kapcsolatban, nem? Ja. Rak már. De igen, de azért ez nem, a kísérlet már erre ne terjedjen ki, szerintem. Te akkor nem mehetsz majd például szavazni? Hát azért ez még számomra nem elrettentő erő. Nem ezt is megúsztad. Ezt is megúsztam, hogy ne kell mennem, igen. Igen, tehát elkölcsi bizonyítványt például nem kaphatsz utána egy darabig. Mennyi az elővírusi ideje?
Minek? Már ennek a izének, tehát hogy oké, megkaptál a két napodat, elzártak, és akkor utána mennyi ideig nem kaphatsz erkölcsi bizonyítványt? Hát de most ha van, akkor minek kérek újat, érted? Ja, hát most gyorsan bekérem előre, elrakom. Nem csak úgy kalandvágyból eszembe jutott, hogy egyszer csak így tudod így. Szerintem óriási lenne. Mit tudom én, szombat vasárnap, bemegyek, és akkor hétfőn elmondom, hogy milyen volt. Figyelj, összeverekedek egy lesi fotóssal. Igen, provokáló, és bemegyek én. És tőle nem egy helyre kerülök. És nem egy helyre tennének. És engem valami nagyon, sajnos nem volt szabad, hogy irány a csillagvadonon. És te valami nagyobb bejönnél. Csak egy éjszaka ki lehet bírni. Én valamilyen ilyen nagyon durva ilyen wellness részlegbe mennék. Én meg egy ilyen 10-es zárkába. Melyik a helyem? A helyet kicsim. Itt van alatta. Szabad prics nincsen. De ha akarod, én meghúzom magam. Illetve nem, most, hogy már itt vagy, nem is magam húzom meg. Na, ha valaki volt bárben, mondja már el, hogy ez milyen. Tényleg. Mennyibe kerülök én, ha bent vagyok? Mert ugye tőlem 5000-et vonnak le, de lehet, hogy ugye egyébként én drágább vagyok. Ennek is érdemes lenne utána járni, hogy mennyivel terhelem én meg a költségvetést. Érted? Lehet, hogy kiderül, hogy én 9000 forintba kerülök, de tőlem csak 5-öt vonnak le. Tehát az államnak nem is éri meg bemenni. Vagy nem is akkora biznisz bemenni, mert mondjuk kijön, hogy fejenként egy napi bentlét, adóval mindennel együtt, az mondjuk 10000 forint. Hát akkor nem éri meg. Én dolgoztatnálok. Mit csinálnál velem? Hát lehetne a stylist, vagy nem. Kivassalnám a bőrt. Ott rendbe tennéd, igen, rendbe tennéd. Ezt egy kicsit beljebb, ezt egy kicsit feljebb, ezt itt szegétekbe, ezt itt varjátok, de nem ártani egy kis teppelés, és az a nyakkendő. Azt hogy áll? Érted, egy rendbe tennéd őket szépen. Tehát azt kellene, hogy aki mondjuk ilyen két napra bemegy, akkor azt valami, mit mész a fekete mosogatóba, vagy ilyesmi, felmosatják veled a hosszút, megtakarítatják veled az ablakokat, akármi. Nagyon jó SMS-eknek. Már várunk Balázs, írja avokádó. Az avokádó nagyon jó. Balázs, nem te leszel bezárva, hanem az ajtó, írja Misó. Előbb behívnak egy tárgyalásra, ahol a bíró átváltja, majd kapsz egy időpontot, hogy mikor kell bemenni. De kapsz a bíróságon csekket. Kitartás, nekem NOV 18-án kéne bemennem. Ja, és nem érinti az erkölcsidet. Ezt Mentős Peti írja nekünk. Balázs, ezek nem tökölnek, egy 10.000 forintos büntetést elhanyagoltam, és hajnali 3-kor rárúgták az ajtót a zsaruk a nagymamámra, a bejelentett lakcímemre. Üdv Gábor. Üdv Jézusom. Gábor. Olyannyira nem tökölnek, de egyébként, hogy Baracskára mész, ahogy írják. Igen? Aha, Baracskára oda mennek a szabálysértők. És a tek jönnek ki, értem? Tehát gondold-e, hogy 10.000 forintért rám rúgják az ajtót, mennyi pénzbe kerül az, mire kijönnek, mennyi pénz, mire előkerítenek, mennyi pénz az, mire téged bevisznek. Sokkal többe kerül az egész intézkedés, mint amennyit ér az, hogy én befizesek 10.000 forintot. Biztos vagyok benne, hogy a tech menek érted, mert elég nagy a kerted az, hogy leszálljanak helikopter, és minden túl reagálnak egy picit. Biztos, hogy bevetnék az összes arzenát, áttörnik a falat valami ízével, valami páncélos járművel, leszállna egy helikopter, kiugrálnának belőle 20-an, a hátsó kerítésen is bedőlnének valami izével, ilyen nem tudom még, idomított kutyákkal, akármi, és elárasztanák a házat, nem értene az egészből semmit. Éppen néznéd a Homeland akár x-edik részét, amikor berobbantanák a, hogy hívják ott, az üvegablak. Helikopter lesz. Hello! Csak azt nem értem, mondd meg nekem, hogyha ők pénzt akarnak, akkor mi annak az értelme, hogy téged bevisznek? Pénzbe kerülsz az államnak. Pénzt veszel ki a zsebükből. A 10.000 forintot nem kapják meg. Neked be kell menned két napra. Két napig nem dolgozol. Kiesik a keresetet. Ha mondjuk, érted? Tehát sokkal többbe kerül valakit leültetni, mint valahogy letiltatni mondjuk a fizetésüket. Akkor miért nem hajtják be? Rosszul látom ezt a dolgot. Mi abban a jó az államnak, hogy mondjuk beviszi az embereket és leülteti? Hát attól neki nem jön vissza a pénze. Érted, mint kérdezek? Sőt, többbe kerül, mint amennyit többbe akar hajtani. Nem? Ezért kellene azt csinálni, hogy ott bent egy olyan tevékenységet végeztetni azzal az emberrel, amiből a 10.000 összejön. Veled például ott, mit tudom, műsorvezeték, vagy hogy hívják, médiakurzus, vagy ilyesmi. Hát ennek a sokszorosát kéred el egyébként, ha elmész. Sziasztok, kedves, egybegyűltek az első óra az interjú készítés. Dögölj meg! Elkapunk kicsi! Gyere velem, riportozzál! Ide riportozz az én mikrofonomba, kis szöszi! Jaj, kedves uraim, hát őrizzük meg a méltóságunkat, akkor nézzük, hogy mi az interjú és a riport között a különbség. Este lesz a riport, kis táska.
Tehát körülbelül ez lenne? Hát körülbelül. Szerintem körülbelül. Ott is vannak, akik erre fogékonyak lennének. Hát igen. Egy gyors tarpaló médiakurzus 15 órában. Biztos vagyok benne, mert hogyha most gondolj be, hogy például van egy csöpögő csap, vagy van egy csőtörésük, vagy ilyesmi, hogy azt nem velem csináltassák. De nem, csak azt mondom, hogy ha arra például hozzatának egy szakembert, akkor érted, kiszállási díj, javítási díj, stb. Nem egyszerűbb megnézni a nyilvántartásban, hogy hol van egy vízvezetékszerelő, aki egyébként 10.000 forintért szabálysértését be lehet varni. Beviszik, megcsináltatják vele a csapot, megcsináltatják, ez kb. Egy nap, nem kell fizetni érte a kiszállási na de velem mit? Tehát van 10.000 forint. Én kétkezi munkában tudod, tehát hogy tehát török zúzok, de hogy én egy csavart nem tudok nagyon becsavarni. Van egy hallgatónk, Nika, aki elfelejtett befizetni 10.000 forintot. Hello, Nika! Szia! Hello, jó reggelt! Sziasztok! Hello! Na, te nem fizettél be szintén 10.000 forintot? Hát a röhely az, hogy én be is fizettem azt a 10.000 forintot, de ez az úgy kicsit durvára sikeredett, mert ugye ez a, nem tudom, hogy hallottatok-e róla, van egy olyan, hogy az óvodai nevelésbe való részvétel megsértése című törvény, ami arról szól, hogyha a gyereket 10 órát hiányzik az iskolából igazolatlanul, akkor ezért 10.000 forint büntetés jár. Azt nem is részletezem, hogy a gyerek az hogy került ebbe a slamasztikába, az is tök jogtalan volt, mindegy. Kiszabták rám a 10.000 forintot, amit elfelejtettem befizetni, ahogy te is jártál először. Majd kijött egy végzés, hogy vonuljak be két napra álhalmai büntetés végrehajtó intézetbe, nehogy ez egy óriási vétek volt. Az nem számít, hogy mások lopnak csalnak, az én gyerekem nem ment 10 órát iskolába, de mennem kellett volna. És akkor én ezt gyorsan ennek örömére befizettem, hogy mondom, már mégsem menjek el három gyerek mellől két napra a börtönbe, és befizettem a csekket. Én azt hittem, hogy jó végeztem dolgomat, míg nem, ez is a tavalyi évben volt, 2012-ben. Míg nem, három nappal ezelőtt csöngettek hajnali 4:30-kor. Hát azt se tudtam, fiú vagyok-e vagy lány, kimegyek, két rendőr áll az ajtóba, hogy azonnal nyissam ki az ajtót, öltözzek, mert visznek Fálhalmára. Jézusom! Mondom, micsoda! És akkor kérdeztem tőlük, hogy ugyan mondják már meg, hogy miért szeretnének engem Pálhalmára vinni. Ők azt nem tudják, az a lényeg, hogy öltözzek, és már mondom, maga viccel most velem biztos. Tehát én tudni, hogy addig innen el nem megyek, míg meg nem mondja, hogy nekem miért kell mennem, de hogy azonnal engedjen be. Ugye lakótelepi lakás rács van, nem akartam beengedni, azt sem tudtam, hol vagyok. Na mindegy, végül addig megzártak, amíg be nem engedtem őket a lakásba. Előkapott egy idézést, ami az volt rajta, hogy egy akármilyen határozott szám alapján én bizony öltözzek és haladjak szépen a börtönbe két napra. Ami hozzátartozik a sztorihoz, hogy kettő kiskorú gyerekem aludt itthon hajnalba, én tök egyedül velük, senki meg nem kérdezte tőlem, hogy mondjuk, hogyha elvisznek, akkor mi lesz a két kiskorú gyerekemmel, tehát egyik rendőr se kérdezte meg. Mondtam nekik, hogy én biztos, hogy nem mondja meg, hogy miért kell mennem. Akkor bogarászott egy darabig az idézésével, mire mondta, hogy kiválthatom 10.000 forint befizetésével, most rögtön megint öltözzek, és haladjak szépen a Fogarasi úti Tescóba most velük. És ők elkísértek téged, hogy fizess be a csekket? Hát el akartak kísérni, de mondtam, hogy én addig innen el nem megyek, én be nem fizetek semmilyen 10.000 forintot, még meg nem mondja nekem, hogy ugyan miért kéne nekem azt befizetni. Mire a rendőrnő, aki velük volt, közölte velem, hogy az óvodai nevelésbe való részvétel nem rémlik. Akkor kezdtem itt kapizsgálni, hogy hát mondom, ez valamikor tavaly volt egy ilyen, de akkor már eltelt fél óra, tehát addig vitáztunk, hogy én nem megyek, nem öltözök, putifix, és akkor kérdeztem, hogy nem zavarja, hogy itt van két kiskorú gyerek? Az nem az ő mondja, addigra a két kiskorú gyerekem frászt kapott, mert ugye itt vitatkoztunk a konyhába, hogy hova akarnak engem elvinni. De nem vittek el végül. Hát végül nem vittek el, mert de ez is csak annak volt köszönhető, hogy akkor a rendőrnőci az addig keresgélt a papírok között, ugye, amíg ezt meg nem találta, hogy miért is. Akkor utána mondta, hogy azonnal keressen meg a csekket, vagy haladjunk a rendőrségre. Hát mondom, azon magának az a fixa ideje, hogy engem hajnalba elvisz a két gyerek mellől. Nagyon rá volt gerjedve. Igen. Nagyon el akart téged vinni. Akkor ezek szerint nem volt állok kártya leolvasva. Nem volt. Hát meg 16-tól szólított fel, hogy öltözzek és haladjak szépen velük. Igen, és hát tudod, hogyha bemész, akkor ugye az előállítás költségét is te fizeted, szóval, hogy azért azt ők utána ráterhelik. Szuper, na ideig nem jutottunk el, de én már olyan ideges voltam. És pláne az, hogy látja a két gyerekem, hogy itt vegzál a két rendőr, na hát attól teljesen kimoltam. És akkor mondtam a rendőrnek, hogy jó, várja meg, én megkeresem ezt a csekket. Na akkor nagy nehezen nekiálltam körülbelül 500 csekk között keresgélni, hát a tavalyi csekket franc se tudta, hol volt. Na mindegy, megkerestem a csekket, megtaláltam, na és akkor jön a habatortán, azt mondja nekem, hogy látja, hogy ezt a kormányhivatalnál fizettem be, de bizonyítsam be, hogy ez a 10.000 az a 10.000, amiért ők jöttek. Hát, mondom, most viccel velem. Na akkor a csaj megint elkezdett ilyen számokat keresgélni. És mindezt a rácsokon keresztül? Nem, addigra már a konyhában benne a lakásban. Igen, én tiszta idegbetegen, a rendőr meg ír ilyen kis 20 éves, komolyan egy
fiatal, nagyon fiatal, szemérmetlenül fiatal srác volt, aki olyan hangnembe beszélt velem, hogy én már attól kaptam fel a vizet, hogy úgy bánik velem, mint valami, nem is tudom, milyen bűnözővel. Hát ő már mit volna? Persze. Hát mondtam, az ő szemében már csak egy adat voltam. Te csak az állam ellensége voltál abban a pillanatban. Abszolút, igen. Totál, tehát a legmélyebb. Meg is kérdeztem tőle, mondom, ne haragudjon, mondom, ha loptam, csaltam volna, embert öltem volna, mondom, akkor mi lett volna? Ha nekem ilyen füspökhendiet, akkor nem mi jövünk, hanem a tek. Lehet, hogy én ezt megfizetem. Mondom, most már sokkal. Azért milyen vérfagyasztóan hangzik, nem? Megjelenik két rendőr, azt mondják, hogy óvodai képzésben való részvétel elhanyagolása miatt velünk kell jönnie. Hát így már vicces, de akkor hajnalban nem volt. Jézus. Ez olyan vicces. Igen. Nika, köszi, hogy elmondta. Köszi. Ciao. Köszi, sziasztok. Hello, ciao, ciao, hello. Azért érted, emiatt rabosítani valakit? Na mire, ez most nem hangzott túl jól, én lehet, hogy befizetem. Ne, már. Megnézzük, ne legyél puha. Megnézzük, hogy mi történik. Nézzük már meg, hát ha tényleg kimennek valamikor hajnal hatkor. Jó, bejössz hozzá? Bemegyek. Tényleg? Mit kérsz? Befőttet vigyek? Téged. Valamit izélre, vagy tudom, körömvirágkrémet. Az a hámsérülésekre nagyon jó. Hát amit a hallgatónk az előbb elmondott, azért az elképesztő, nem? Hogy ez így történt. Nyilván nem minden esetben így történik, meg nyilván valószínű, hogy rendőri túlkapás volt. Hát de szabotált az óvodai képzést, Balázs. Na értem, de azért az, hogy ő hajnali 3-4 körül azt mondja, hogy hát neki két kiskorú van itthon, és a rendőr azt mondja, hogy ez nem az ő gondjuk, érted? Hát az mi van, ha nem jut eszébe, hogy befizette a csekket? Mi van akkor, ha nem találja meg a csekket, akkor elviszik? Tehát, hogy azért itt szerintem nem, ez nem volt egy túlságosan jó intézkedés. Ezért, ha ez valóban így ebben a formában történt, akkor, és ha elvisznek, akkor utána téged kártalanítanak? Vagy ha bebizonyítod, hogy te befizetted, mint hogy fél évvel ezelőtt, csak nem találod a csekket, és téged elhurcolnak, meghurcolnak, elvisznek, az átélt trauma, stb., akkor utána téged kártalanítanak? Hát akkor utána neked jogod van kártalanítást kérni. Én nem? Több dolgot nem értek belőle. Szóval azért ez egy kemény történet, amit ő elmondott. Mert ugye visszakérdeztek a rendőrök az ő esetében, hogy ők honnan tudják azt, hogy az a 10.000 forint, amit befizetett az államkincstárnak, az a 10.000 forint. Na most ennek a dolga, vagy ennek amúgy úgy kellene, hogy legyen, hogy rajta van a csekken egy ügyirat szám, egy ilyen hivatkozási szám, és hogyha mondjuk a rendőröknél van egy ilyen előállítási parancs, vagy van náluk egy jegyzőkönyv, vagy van náluk egy ítélet, akkor azon szintén szerepel valami hát, ügyirat szám, és akkor összehasonlítják a csekkel. Hát valahogy ez vannak így... azért jogai, tehát ha valaki oda megy, és azt, hogy vonulj be hajnali 3-kor, hát azért az nem így van. Nem, persze nyilván elvisznek, de van ott két kiskorú, és te tudod igazán, hogy befizetted, akkor nincs, hogy akkor most te még mit fizettél be, meg milyen alapon. Nem stop tolják, hogy rátörik a lakásajtót. Tehát azért akkor az elképesztő. Volt rá idejük, hát sok volt a szabálysértő. Végig kellett mondani mindenki, érted, aki elszabotalta az óvodai képzést. Mi van, ha közmunkát kérek helyette? Az jó. Tehát mi van? Azt mondom, hogy én ezt most szeretném ledolgozni. Szeretnék hasznos lenni, szeretnék valamit visszaadni, szeretnék két napot én most dolgozni. De ne legyen szabadon választható, valami egészen testvezetlen, hogy egy adótornyot fessél. Oké. Okay. A magasságot, hogy is szerette. Na, akkor legyen ez, jó? Akkor én ezt most nem fizetem be, és megnézzük, hogy mi van. Akkor megpróbálom átváltoztatni közmunkára, és elmegyek közmunkára. Versenyezni fognak érte. Hogy hova menjek? Igen. Viszek egy üveg pál, ez szerintem tök jól leszünk, nem? De figyelj, a közmunkát is tagad meg. Egy zendülést, egy lázadást, egy szintsát, így van. Igen. Nem, egyszerűen csak kíváncsiságból. Hát, hogy, mert ugye, ha te bevonulsz, azzal az államnak nem lesz több pénz, ha te közmunkára mész, akkor legalább valamit hasznosan megpróbálod a 10.000 forint kimaradt bírságodat ledolgozni. Annak több értelme van, mint hogy te valahova bevonuljál, mert ott csak pénzbe kerülsz az államnak. Nagyon sok SMS jön. Be nem fizetett csekk esetén kap az illető egy idézést a bejelentett lakcímre, hogy vonuljon be a megadott időpontban a büntetés végrehajtási intézetbe. Ha nem vonul be, a rendőrség elővezetést rendel el. Az elővezetés lehet mellőzni, végrehajtani és elállni tőle. Írja nekünk egy hallgató. Bali, ha nem akarod, hogy a krumpli egészben potyogjon ki belőled, akkor fizes. Balázs, a börtönből még úgyse volt élő adásotok, írja Gyula. Szavazást kell csinálni, vonuljon-e börtönbe Balázs, hogy én igen mondok, ide bucsi. Jani, vigyél Balázsnak a börtönbe kocsonyát, az befér a rácson állítva. Ez nagyon jó. Nem borul ki. Engem elvittek hajnali 4-kor, majd reggel 8-ig ültem a fogdán, ami még ki nem nyitott postára várva, amikor kinyitott, elkísértek, hogy befizethessem a büntetést, írja Dani. Várunk kicsim a cellatársa. Hétfőn hajnali 2-kor vittek el 4.000 forintért, 8-kor kivették a pórász bilincset a Váci nagypostára, utána visszavittek az őrsre, csekk bemutatása, és ezután levették a bilincset, és elengedtek.
Ugye, tehát ha befizeted, akkor elengednek, igen. Fia, akkor vigyél magaddal a pénzt, de a rabosítás legyen már meg. Jaj, találtam egy tízest a farzsebemben. Igen, és igen. Befizetett. Egy kúbban. Mondjuk egy sokkal jobban élvezni, aztán sokkal nagyobb sztori lenne, hogyha tényleg bemennél, és akkor a rácson az alumínium poharaddal így oda-vissza húzgálnál, így kerregnél, meg kattognál, és üvöltöznél hajnal kettőkor. Lázadás, engem nem törtök meg, rendőr állam. Kussoljál egy gyökér, aludni akarunk. Gyere, Bali, várunk, indulhatsz a Miss Október címért. Tényleg. Igen. Lehetnél Miss Október. Az teljesen jó. Igen. Balázs, ott biztos, hogy te lennél a Wundersön. Menjél be. Sőt, élek egy alupára, hogy szuper szexi is lett. Én már ültem le pénzbírságot, 70 ezer forint büntét, napi 600 forintjával Baracskára vittek a többi igazi bűnöző közé, rablók, tolvajok, betörők, gyilkosok. Jól gondold meg, szörnyű volt. Igen, azért a Baracskára bevisznek, az nem annyira szórakoztató. Hát nem hiszem egyébként, hogy összezárnak gyilkosokkal. Na, hát ez lenne a jó, hogy ezt valaki elmondaná, csak annyira nem mer senki nyilatkozni, hogy ez hogy megy. Ugye? De szerintem hasonlóan súlyos bűncselekményt elkövetők közé kerülnél. De miért vagy benn? Nem fizettük be az ebédpénzt, és te a tanulószobára bejelentkeztünk, de aztán mégse vittük be a fiamat. Igen. És te szabálysértés, 10.000 forint. Én a rendőrséggel szemben lakom, a múlt héten hajnal 3-kor a 3 behozott rabot kibilencselték egy vashoz. Jó, hát nagy dolgokat lát az ember egyébként. Tényleg, hogy nyilvános helyen török Bálinton mondjuk, például kiraknának egy kalodába. Nem? Az is jó lenne. Egy nyilvános megszégyenítés. Fejed, lábaid, karjaid szépen belenemzálva egy kalodába, és akkor kapnál egy táblát a nyakadba. Uh-huh. 10.000 forinttal lóg nekünk, aláírás a magyar állam. Igen, és bárki oda mehet, megpofosszat, leköphet, bármi, mennyien jönnének. Közös fotó. Közös fotó, igen. Azt írja valaki, hogy ebben a szakaszban te már közmunkát nem kérhetsz. Tehát vagy fizetsz, vagy bevonulsz, de itt már nincs közmunka. Ennek utána járok hétfőre. Jó, most fölhívom a bíróságot, hogy mondják el, hogy mi van. De elvileg már nem kérhetsz közmunkát. Fel kell írnod előtte szerintem mindenképpen az Attilát, Ambrus Attilát, és tanuljál meg tőle egy kicsit így köcsögölni, hogy hívjákolni. Ebben hát ugye ő szobrászkodik mostanában, igen, mindenféle igen, ilyen múgykosokat, meg köcsögöket, meg kulacsokat formál, hogy érted, valamilyen el tud tölteni ezt a hihetetlen hosszú időt. Az egy nagyon-nagyon hosszú időnek fog tűnni neked. Egy fél életnek az a két nap. Én voltam a győri állatkertben közmunkán. Tök állat volt, írja Szabu. Damuval jól elleztek, nem fog megvenni, írja egy másik hallgató. Na jó, oké. Megném, fölhívom őket, kíváncsi vagyok. Már csak tényleg kíváncsiságból, hogy mi a fene van ilyenkor. Nem, nyilván küldenek egy csekket, de mi a másik alternatíva? Hova visznek? De mi ne ajtóskolásba, szerényen hívsz őket. Én nem tudom, te abszolút. Háló? Igen, az. Igen. Ki vagyok? Nem, csak kíváncsiságból megkérdezem. Sziasztok! Szia! Jenő, honnan hívsz minket? Martonvásárról. Hát és én játékra jelentettem, de hát azért téma az hozzászólnékint, no. Azért börtönben dolgoztam, úgyhogy ha kérdésetek van, akkor tudok egy-két dologra válaszolni. Te börtönben dolgoztál? Nem tudom, mennyire szeretitek ezt a szódes vasszer, vagy börtönőr? Igen, hát ez most már gyakorlatilag elterjedt, mert zsaruga rendőrök. Aha. Tehát a munka alatt nem azt érted, hogy gyöngyöt fűztél, és illetve zacskót ragasztottál? Nem, a másik oldalon voltam, de már 2 évvel már nem vagyok úgy. Akkor most már tudsz beszélni. Van a tévétek, Balázs itt a fül az elméletedben, mert azért hát, igazándiból ez nem tartozik, vagy nem számít ugye privusnak, mert ugye csak egy szabálysértés. Azért mondom, hogy ez nem persze, igen, erről beszéltünk. A bűncselekménynél más helyzet, ott is megvan, hogy milyen fokozat már minősül privusnak, tehát... Tehát ettől még majd szavazhat a választásokon. Úgyhogy olyan szempontból nyugodtan bevonul, tehát nem lesz privus, viszont ami miatt nem javaslom bevonulja, mert meg tudnád, hogy milyen az iki terepe otthon. Hogy mi várjál, hogy 2 nap alatt, most akik gyerekekkel mennek éppen iskolába, azok most kapcsolják ki. Azok már de azért ez most muszáj, azok már beértek. Azért én bevonulok, hát nem tesznek össze, vagy bevonulnék, nem tennének össze, mit tudom én, nem tudom, köztörvényes bűnözőkkel, nem? Nyilván nem, de ugye az a szabálysértek azok vannak ott, és az nem egyedül leszel egy cellában, hanem adott esetben lehet, hogy 3-4-5-en. Aha. Az más dolog, hogy nem bűnözők, tehát nem bűncselekményt elkövettük, hanem a szabálysértők ellenére egy zárt kábel összecsukva, de attól függetlenül
Na, hát ők azért nem annyira kemények, gondolom, mint a, nem tudom, a rablók meg a gyilkosok, nem? Hát, nyilván ugye szabásértesítő, tényleg négyesen olyanok vannak, akik nem tudják befizetni a pénzbírságot, és akkor azt választják, hogy inkább leülik. Uh-huh. Nyilván, amit mondtál, az így igaz, hogy van, hogy tehát most 10.000 forintért az államnak is sokkal többbe kerül, mint amennyi a maga a bírságnak az összege. Én ezért nem értem ezt a leülhetem, vagy arra választhatom, hogy erős, amikor még ott dolgoztam nálunk, töltötte le azt a két napját, ilyen, hát ő is ilyen tüntető jelleggel vonult be gyakorlatilag, csak azért, hogy demonstrálja. Figyelj, mi a reggeli például, mit kapnék? Hát, kenyeret, pajas kenyeret, felvágott a teát. Vacsi? Hát, kenyér, főzadék, meleg étel szokott néha lenni vacsorára. Nem olyan rossz. Zuhanyozni lehet? Hetente egyszer, amit kötelezően kell biztosítani. Hát de lehet, a két napba pont beleesik a heti egy, nem? Így van. Lehet, hogy akkor pont akkor megyek be, amikor csütörtökön van a heti egy, én szerdembe megyek, akkor csütörtökön ott vagyok a közös zuhanyzáson. Nem úgy adott napon, hanem egy tudat egyszer. Figyelj, ez nagyon jó lehet. Aki, aki dolgozik, tehát annak a napi szinten kell biztosítani. Tehát ugye, aki a börtönön belül munkát vállal, már pedig munkakényszer van. Tehát elvileg, akinek tudnak biztosítani munkát, annak dolgoznia kell. Azoknak napi szinten van biztosítva a zuhányzás, akik nem dolgoznak, ott nekik hát a közös zuhányzás semmiképpen ne hagyd ki. Azt nem. Figyelj, telefonálni tudok? Hatan vagyunk egy rózsa, illetve most látom kettő. Meg kell adni kapcsolattartókat, és akkor azokat a kapcsolattartókat, akiket te megadsz, azokat ugye leellenérhez a büntetés végrehajtás, és akkor egy ilyen vonalkodott kártyás rendszerre tud telefonálni. Mit vihetek be? Tehát mit vihetek? Mi lehet a személyhez tudsz? Hát pénzt nem vihetsz be, tehát értékeket nem vihetsz be magaddal, nyilván alapvető higiénikai tisztálkodási eszközöket, azokat beviheted. Hajsütővasát bevihetni? Hajvasaló. Hajvasalót, hát most ezt így konkrétan szerintem be. Ha nagyon szórakoznak, áramba alá teszem és megcsipkedek bárkit. Hajtogád, ez a dolog nem lehet, tehát olyan, ami tehát megvannak azért, hogy mi a higiéniai eszközökből, és hogy mi az, amit be lehet, és mi az, amit nem. Aha. Hát ez nagyon kemény. Beviszel 300 darab könyvet, és addig dedikálással kihúzod. Cigarettát vihetek be például? Persze. Amivel tudok bent csencselni, fizetni, alkudozni, valamit. Tehát, hogy ilyen kártya, cigi, minek van értéke bent a börtönben? Tehát mi az, ami... A cigarettának annak van, annak szerintem mindig is lesz. Aha, tehát azzal meg tudom védeni magam. Viszek egy karton cigit, és akkor ott minden egyes pofon helyett adok egy doboz cigit valakinek. Az jó. Hát itt értelem, de igen. És hány percet beszélhetek telefonon egy nap? Hát ez is intézete válogatja, megvan szabva, hogy egy beszélgetés kell, 2 percnél nem lehet hosszabb, de hát ez minden intézet maga dönti, hogy mennyi időt biztosít, és akkor napi szinten megvan, hogy hány óránként 2 percet beszélhet, vagy óránként 5 percet beszélhet, egy nap van egy limit, hogy mennyit beszélhet, tehát ez így megy, menjen számítógépes rendszeren keresztül. Mi van az árkában? Van kis WC, vagy külön kimegy az ember WC-re, vagy ott van egy csap, meg egy WC, és ott... Árkában van a WC. És ott ülsz a többiek előtt, és közben dumáltok? Hát nyilván nem úgy, hogy egy légtérben, hanem egy ilyen kis szeparált kis helyiség, de zárkán belül, tehát nem az, hogy folyosón van egy koedukált WC, hanem zárkán belül. És ezek mekkora zárkák, ahol mondjuk 4-5 ilyen szabálysértéses van ment, akik mondjuk nem tudnak fizetni? Hát adott esetben az ilyen 25 négyzetméteres zárk, és most is 6 per kb. Mondom, de régi szép időkben volt olyan, hogy egy ilyen 60-80 négyzetméteres zárkában 40-en voltak. Atya Isten. De hát ez és akkor ez úgy van, mint a fapados légitárságoknál, hogy mit tudom, kilóra vihetek személyi podgyászt, vagy ilyen kézi podgyászt? Hogy... Hát nem kilóra van, hanem az, hogy megvannak, hogy mikre tartható tárgyak is, azokat bevihetek. A filmjeimet laptopon bevihetném? Nem. Miért nem? Hát azzal nem tudok bántani senkit. Nem, hát ilyen bármilyen olyan eszközt, amivel a külvilággal kapcsolatot teremteni tudsz, tehát ilyen internetezésre. Aha, wifi 3G? Semmi. Semmi? Hát helyek ezek, hát ezt nem... Hát most komolyan mondom, hát ez ki, hát hogy legyek-e 3G nélkül 2 napot? Saját párna? Hát most ilyen szinte nem merültem bele a dolgokba. De most mit tudom, ilyen hónom alá csapom, és beviszem a saját párnámat, az mehet? Szerintem annak nincs, ha be van vizsgálva, és nem robban, meg nem ketyeg, akkor... Nem, hát is be nem, mert csak a saját párnám. Na, Jani, mi legyen, bemenjek? Hát szerintem mindenképpen próbálják. Na, de hogy ülni? Hát neked ez milyen könnyű, szerintem mindenképpen próbálják. Ez egy visszanem térő alkalom, szerintem mindenképpen. Semmiképpen nem menj el a lehetőség mellett. Figyelj, csak még egy kérdés, hogy kivel kell jobban lennem, abba segíts, hogy Jenő, hogy bemegyek és mérjem föl a legnagyobbat? Menjek oda kezekkel barátkozni? Ne barátkozz. Vagy legyek úgy, mint a Dutyi Dilibe, hogy velünk nem szórakozik senki, kemények vagyunk, menők vagyunk? Vagy ilyenkor mi a jó magatartás? Hát ilyenkor jobb, hogyha meghúzod magad. Jobb, ha meghúzod magad, kicsi. Aha.
Tehát ne nagyon arcoskodjon az ember. Nem, mint a célom lenne, csak kérdezem. Nem, menj be, rakj az irányjelzőt rögtön. Nem, én ki a legkeményebb. Te ott vagy, te vagy, te. Ki kéri az első pofon? Na? Gyere, gyere, többiek melegítsenek. Bali, ha mellém raknak, én círógatlak. Tudna veled történni, Balázs. Tessék? Ebben a két nap úgyse tud nagyon sok minden veled történni, tehát hogy ez igazán... Hát miért? Mert három perc alatt nagyon meg tudják az embert verni, tehát... Három évre vonulj be, és akkor jobban meg tudod ennek a feelingjét, hogy megérzed. Nem akarok, nem akarok. Én egy törvénytisztelő állampolgár vagyok, nem célom három évről bevonulni, csak az ember elgondolkozik azon, hogy van egy ilyen szabálysértés, úgyhogy akkor ezzel mit lehet csinálni. Két nap alatt nem jelennek a... Az itt lehetne belőle egy jó könyv, Börtönnapló címmel. Első fejezet, második fejezet, harmadik fejezet, a szabadulás. Nem, az emberben egyébként van egy riporteri kíváncsiság, hogy bemész, átéled, megnézed, kíváncsi vagy a viszonyokra, ahogy bánnak az emberrel. Nyilván nem biztos, hogy objektív képet kapnék én, hogy velem hogy bánnának, de egy egész egyszerűen hát szerintem ezt azért sokan megnéznék egyfajta kíváncsiságból, szakmai kíváncsiságból, nem? Ez nem azt jelenti, hogy te akarsz börtönbe menni, meg ezt jó viccnek tartod, de az, hogy két napra bemész és megnézed az ottani állapotokat, meg egyáltalán ez hogy zajlik, mint zajlik, ez egy érdekes tapasztalat. Egyértelmű, hát a bújítorítko biztos, hogy jönne belőle a pokol két napja címmel. Igen, a pokol 48 órája. Na jól van, Jenő, mutatjuk, mit csinál Óben bácsi Beru néni. Jó, figyelj! Patakban vannak. Mutatjuk. A csúnyájuk. Igen. Mutatjuk, mit énekelnek. Hát ez soha nem fogjuk kitalálni. Hú, pedig ismerős, még egyszer kérdezem? Mutatjuk. Nem. Magyar? Nem. Megmutatjuk az eredeti, ez nagyon nehéz. Akkor kicsit hosszabbat még azt lehet, mert... Jó, hosszabbat mutatunk. Nincs meg? Hát megvan a dallam, de nem ugrik be semmi. Jó, mutatjuk, ez lett volna. Figyelj. Jézus Isten, hát ez soha. Nagyon nehéz volt. ATMO, vagy mi? Alcazar. Ja, tényleg? Alcazar. Hát Jenő, ezt ne okold magad, ez nagyon nehéz volt. Sajnos, mi kérünk elnézést. Köszi, ciao, jó munkát neked. Köszönöm, szia. Hello. 8 óra múlt 1 perccel, jövünk a hírek után. A VV6-ról akartam csak egy mondatot beszélni, hogy szerinted mi az oka annak, hogy ugye egyrészt rengetegen bántják az ilyen típusú műsorokat, és mondják a kereskedelmi csatornák népbutító hatását, meg különböző téziseket állítanak föl, hogy ez mekkora szemétnek, hogy erre miért van szükség. Ugyanakkor egyébként soha ennyi ember még nem jelentkezett. Soha ennyi ember még nem jelentkezett. Hogy ennek mi az oka? Be akarnak nagyon gyorsan futni. Ebben látja ma a magyar fiatalság azt a lehetőséget, ami tulajdonképpen egy egzisztenciális megalapozást jelent? Hát szerintem ebben is inkább. Hát, hogy azért sok ilyen lehetőség van, ezek közül az egyik legjobban befuttatott az ez. Kapnak, mit tudom én, 1 milliárd havonta, egy éven keresztül. Kapnak egy lakást, kapnak egy autót, illetve hát nem tudom most, hogy mit fognak kapni, de hát korábban ugye ez volt ugye a megszokott, és akkor emellett meg kapnak egy országos hírnevet, amivel, hogyha jól sáfárkodnak, lásd például Majka, akkor még akármi lett belőlük, hogyha tehetségesek. Gondold el, hogy mondjuk a te párod kitalálja, és te párkapcsolatban vagy. Hogy ő bemegy fél évre. Na, az milyen? És azt mondja, hogy akkor eddig nem tovább, ha megvársz, megvársz, ha nem. Mondjuk Bónika be akarna menni, és azt mondaná, hogy figyelj, Jani, fél évre, én most beköltözöm. Mit szólnál? Már csomagolnám is az utcai. Igen, a levegőbe csapta, és azt mondja, yes. Fél év szabadság, fél év falmászás, fél év botorkolás a sötét erdőben, várromok felkutatása. Nem, én lebeszélnem róla mindenképpen.
Hát ez megint elsősorban itt a bulvár sajtos sztori miatt van. Tehát amikor emlékszem arra, amikor kijöttek a villából, és valakit kiszavaztak, és végigment azon a folyosón, aminek az oldalfalai ki voltak tapétázva azokkal a cikkekkel, amik róluk szóltak, és akkor így gyakorlatilag nem jutott el mondjuk a A-ból B-be, 20 métert nem jutott el mondjuk egy óra alatt a delikvens, mert hogy egyik cikket a másik után olvast, és egyre jobban elkerekedett a szeme szája, hogy úristen, miket írtak róla, hogy ez így jött le az embereknek, hogy ebből ők ezt vették le, hogy őt ezzel vádolják, hogy most ezt gondolják róla az emberek, úristen, ő nem fog kimenni nappal az utcára. Igen, de hogy ez szerintem ez túlmutat azon, hogy itt csupán csak arról van szó, hogy emberek, akik hamar híresek akarnak lenni, és sok pénzt akarnak keresni. Tehát nem lehet, hogy elindult egy olyan folyamat, vagy olyan kilátástalanság most a fiatalok között, hogy azt mondja, hogy az egyetlen esélyem, hogy ide bekerüljek? De ez már hogy benne van a hiba, hogy így gondolkodik, így vagy ez egyfajta realitás, hogyha nem sikerül kitűnni, ha ide nem tud bekerülni, akkor lehet, hogy az életben semmiféle esélye nem lesz még egészen sokáig, hogy megalapozza az egzisztenciáját. Nem? Tehát, hogy valószínű azért jelentkeznek ennyien, mert azt gondolják, hogy nincs nagyon más lehetőség. Nem? Elmehet dolgozni X-ért, abból nagyon jövőt építeni nem tud, és akkor inkább megpróbálja. Nem, ez szerintem nem így van. Nem, ezzel túl ideologizálom? Nem, szerintem egy bizonyos réteg, aki úgy gondolkodik, hogy viszonylag könnyen juthat mondjuk messzire, és hogy ez neki még egy buli, egy kis önmegvalósítás, és aztán lehet, hogy esetleg majd később, majd mondjuk valamilyen komolyabb dologgal kezd el foglalkozni. De szerintem, aki akar tanulni, vagy aki akar előrébb jutni az életben, az megteheti. Tehát például, mit tanuljon? Nyelvtanulás. Tehát, hogy nem kell feltétlenül az embernek mondjuk egy nyelviskolába bejelentkeznie, beiratkoznia, meg befizetnie magát ahhoz, hogy nyelvet tanuljon. Nekem vannak olyan ismerőseim, akik autodidakta módon tanultak meg nyelvet. Ehhez, tehát itt nem kellett az, hogy akkor egy nagyobb készpénzösszeg álljon a rendelkezésére, nem kellett az, hogy egy olyan jellegű iskolába járjon, stb. Tehát, hogy akarod magad képezni, el akarsz jutni valahova, valahonnan, akkor azt megteheted úgy is, hogy nem egy valóságsóban próbálsz. Na de ide nem csak tudatlanok, meg 8 általánost végzettek jelentkeznek, tehát ide olyanok is jelentkeznek. Na ezért mondom azt, hogy akár orvos, akár ügyvéd, tehát... Sőt, ismert emberek is, vagy korábbi. Vagy korábban ismert emberek, tehát itt nem csak az jelentkezik, aki mondjuk nem akar tanulni, hanem azt mondja, hogy ez egy nagy lehetőség. Fél évet nem tudom, hogy kibír egy párkapcsolat, nem? Hát szerintem valószínűleg annak annyi. Nem, itt az egymással való összezártság, meg az, hogy itt azért sok esetben ugye vannak csinosabb csajok is bent, nagyon ritkán kommunikálhatnak, csak nagyon-nagyon indokolt esetekben a kintiekkel, stb. Tehát hogy azért ez nagyon kemény. Az nagyon kemény. Meg hát ugye azért vannak bent félreértető helyzetek, meg olyan szitúk, amiket azért a kintiek nem nagyon tudnak, vagy amikre a kintiek nem tudnak magyarázatot találni úgy, hogy közben nem beszélik meg veled, hogy nem hallgathatják meg a te érveidet, hogy miért történt az, és miért nem. Tehát, hogy az egész nem olyanoknak való szerintem a való világ sem, meg a Big Brother sem, meg semmelyik ilyen bentlakásos valóság show sem, akinek van egy kapcsolata. Jobb azt felszámolni, vagy pedig azt mondani, hogy figyú, ha függesszük fel ezt a dolgot, mert nem ígérhetek semmit, nem tudom, hogy bent mi lesz. Az egy teljesen más világ. És ezért van az, hogy amikor kijönnek, akkor kicsit olyan, mint hogyha visszajöttek volna a Holdról, vagy mint amikor mi visszajöttünk. Hát az igen, persze, hogy... fél év után az persze. Nem csak gondolkoztam, hogy szerintem ebben több van, hogy ennyien jelentkeznek, tehát ez mutat valamit. De én nem bánom egyiket, én nézni fogom. Most nem is a nézésről, meg hogy mikor nem promózni akarom, csak mint jelenség, jó, hogy ennyi fiatal, mindenki idős, azt nézze, középkorú gondolja azt, hogy ez egyfajta realitás lehet, hogy én ide bekerülök, és ha itt tudom most megalapozni az egzisztenciámat, mert egyébként nem biztos, hogy ki tudok tűnni, vagy egyébként nem biztos, hogy el tudok érni ennyi mindent. Tehát, hogy itt ez érdekelt volna. Na, hallottad a kukáikat? A kuka, meg a ricsipi, az Animal Cannibals? Én nem is tudtam, hogy ők még léteznek egyébként. Ők most azt nyilatkozták. Én is tudtam, hogy ők léteztek. De szemét. Ne. Hogy ezt a műfajt soha nem fogják abba hagyni. És hogy 80 évesen is rappelni fognak. De miért? De minek? De most ezt miért csinál? De miért fenyegetőznek? Igen. Ezt nem tudjuk őket erről valahogy lebeszélni? Én imádom őket egyébként. Nagyon helyes srácok. Bár mondjuk bárhányszor találkozom, meggyőzöm őket, hogy ez a bőszáró farmer és a Seven Up-os póló az már nem biztos, hogy... Nem, korábban nem volt indokol, de most, hogy egy kicsit terebélyesebbek, most már szerintem igen. Imádom. Pontosan egy évvel ezelőtt futottunk velük össze a Harley Fesztiválon.
ketten. Ahol műsorvezetők voltak. Hát az nincs semmi baj. Ketten, mind a ketten három számmal nagyobb farmerba, bőszárú, óriási, rövidújú póló, ami egyébként leér az alkarodik körülbelül, kis hátizsákkal vonultak. Visszafordított nagyra nőtt Chris Cross. Igen, olyan volt, mint a Chris Cross videóklipben, a Jump. Olyanok voltak. Hogy ők most 80 éves korukig reppelnek. Ezt mondják. Ez a vidám rap műfaj, ez még megy Magyarországon? Hát szerintem megy, csak most lehet, hogy most így ezt a garázs korszakot éli. Habár én nem járok ilyen koncertekre, tehát simán el tudom képzelni, hogy ilyen full telt házak előtt nyomják, de nem, mikor volt utoljára a Aréna koncertjük? De te olyan rohadék vagy. Nem, hát csak gondolkodom egy rajta. Egy ilyen szubkultúra mikor... nem megy az Arénába. És nem is szeretne nyilván. És nem is szeretne. Na, itt van velünk Kuka, ha minden igaz. Hello Kuka, jó reggelt! Szevasztok, 5 számmal nagyobb telefonból beszélek. Hello Kuka, 1000 éve nem beszéltünk. Hello. Nem, 1 éve. Nem volt az 1000 éve. 1. 1 éve, igen. Na, mi van veletek? Figyelj, mi jól vagyunk egyébként. Ilyet nem mondtuk, hogy 80 éves korunkban, mi 79. Tehát ez egy 80-at ígérni ebben a nehéz időszakban. Ugye, hát az ember ne vállalja túl magát. Nem, arról beszéltünk egyébként csak, hogy mindig megkérdezik ezt tőlünk, tudod, szembesítenek már 95 óta, amikor megjelent az első lemezünk, akkor megkérdezték, hogy jó, most megy ez a műfaj, de meddig lehet ezt csinálni? Tehát azóta minket ezzel zikálnak, és egyébként mi megalkottuk a saját ilyen mini artpoétikánkat, hogy amíg tudunk olyat csinálni, amíg nem ismételjük önmagunkat, tehát van olyan, ami újítás, amit még nem csináltunk, ahogy még nem csináltuk dalokat, addig minket ez érdekel, és addig ez egy ilyen kreatív kihívás. Úgyhogy abszolút benne vagyunk, és mellette vagyunk. Nem is beszélve arról, hogy egyébként majd a nyugdíjas otthonban teljesen más értelmek nyer az a szöveg például, hogy markold meg a botom. Figyelj, és hogy mindig ebben a bőszáró farmerban nyomjátok, amiben láttunk benneteket egy hete, vagy egy évvel ezelőtt? Hát egyrészt genetikailag is indokolja, hogy ilyen bőgatyába járjunk, másrészt pedig igen, tehát ez egy kényelmes viselet, mi ezt szeretjük. Tehát, hogy ezt nem azért hordtuk, mert hogy ez akkor divat volt, meg menő volt. Mi ezt abszolút szeretjük, ezt a lengelezser, meg hát nem adod oda a levetett zakóidat ennyi. Igen, az rátok azért picit szűkös lenne, tehát úgy láttam, hogy azért kicsit megapásodtál egy kicsit. De lenne kihívás végre, hogy mibe belefogyni, tehát hogy miért küzdeni. Igen, hány gyereknél tartasz most, Kuka? Várjál, most mi van most? Azt mondja, hogy október vége, akkor 2. 2? Mekkorák? 5-3. Fiú, lány? Igen. Egy fiú, egy lány. Hát tök jól csináljátok. Nagyon jó. Ricsinél? Csak ajánlani tudom. Hogy kell ajánlani tudom. Hogy kell lány csinálni? Azt így jobbra kicsi sréjen le. Ez az a tuti. Egyébként van erre is nagyon jó receptem, tehát a lányhoz ugye lustább kis fehér sejtekre van szükség, úgyhogy azt kell csinálni, hogy egy pici melegfürdőt venni előtt, eljárni ilyen fürdőkbe, hogy lelassítani magadat egy picit. Tehát üljekben mondjuk egy jacuzziba 50 fokra, üldögélyekben egy fél órát, utána, és utána hadszoljon? Utána igen, mehet. Akkor a gyorsabbak lelassulnak, a lassú az felgyorsul, és akkor a csajok érnek oda előbb? Így, ennyi a recept. Hát ez nagyon jó, csak bágyattan kell csinálni akkor. Így van, tehát közben tévészhet meg ilyenek, tehát ez kell. Figyelj, Ricsi, hol van most? Szinonimon szólt Artvesz? Nem, éppen Veszprémben vagyunk, és egy műsort vezetünk, és onnan ragadtatok el engem a színpadról, amikor dalfelismerő versenyt rendeztünk már iskolásoknak. Ez az a verseny, amit mindig csináltok, hogy itt le kell lenni a sportszeretet spárgáról? Nem, ez nem a csepilapú gondyala, tehát ez más. Ez most másról szól egy picit, de hasonló körítése. Nem igazából egy ilyen kis életút mutató, hogy a gyerekek tudjanak mit kezdeni magukkal egy pár év múlva. Ők mennyi idős gyerekek? 12-től 18-ig mindenféle van. Tudták, kik vagytok, vagy mondani kellett, hogy mi vagyunk az Animal Cannibals? Nem, képzeld el, hogy volt, aki megismert minket. Mondták, hogy a Klassz FM-en nem hallanak minket, mert ott nem játszanak, de egyébként igen. Várjál, mondom a Titus telefonszámát, azt is szívesen a Polgár Peti után. Mi a Jenővel akarunk beszélni az ügyben. Mondom a Jenő számát. A nehezebb utat választottál. Figyelj, a Ricsivel összefutottam egy évvel ezelőtt egy buliba, ott már pont éppen kezdett félmeztel elvetközni, annyira be volt rúgva. Nagyon szeretek vele bulizni, őrületes parti arc. Tehát már csak az volt, hogy és éppen dobta le a fősőjét. Ott te nem voltál, ő nagyon tud bulizni. Hát persze, egyébként ebben is jók vagyunk, tehát ez is még van kihívás, hogy hova tovább, tehát most még csak a pólónál tartunk, de el fogunk jutni a gatyáig. Ő hol tart gyermekben? Hány van neki? Neki is 2. 2? Hát ez kell, az persze. 2 az kell. Figyelj, most őszintén én a hátam mögött, ez szerintem tök elegáns amúgy is. Tehát, hogy így néha nincs marhára eleged a Ricsiből. Hogyha egyébként ő lenne itt, akkor megkérdeztem volna azt, hogy nincs elege néha a Kukából. Tehát, hogy így olyan régóta toljátok már együtt, nem volt olyan pillanat, hogy így azt mondtad volna, hogy öreg,
menj át egy másik kontinensre, lőjön már föl valaki a holdba, én nem akarlak többet látni. Unom a poénjaidat, unom az arcodat. Nem volt ilyen? Az a baj, hogy ezt tényleg így nevezhetjük bárminek, de mondjuk az jól hangzik, meg az menő, hogy ilyen, ez tényleg lehet egy ilyen karmikus kapcsolat, meg ilyen barátság, hogy nem az, hogy zavar a jelenléte, hanem mi együtt járunk még nyaralni, és együtt legeltetjük a gyerekeket, amikor tudjuk, meg amikor 3 napig nem találkozunk, akkor 2 órát ki kell beszélnünk, hogy mi történt abban a 3 napban. Ez mondjuk a környezetünket már tényleg zavarja, hogy eddig is együtt voltatok, még miről tudtok beszélni, de van még mit mondani. De jó, ez nagyon ritka egyébként. Tehát tényleg hosszú munkakapcsolatok után az ember már nem akarja látni másikat, hanem nem köszön, ahogy én se a Janinak már ennyi év után. Így van. A forró meg a havas is szétment. Vannak nagy legendás munkakapcsolatok, de ez nagyon klassz, ez tényleg jó hallani. Ez nagyon szimpi. A Ricsi kéri, hogy azonnal kapcsoljuk be. Várjál, itt a Ricsi is közben, mert ő lejött a színpadról. Ricsi, hello, jó reggel! Good morning! Hello, Ricsi! Vagy Morgan, ahogy ti ilyen németesbe. Morgan. Lejött a színpadról. Várjál, akkor nekem kell visszamenni mindjárt. Igen, most ki van a színpadon tényleg? Most mi van? Ki foglalkozik a gyerekekkel? Jött egy fontos bácsi, és mondták, hogy azonnal takarodjunk le a színpadról, mert riportot csinálnak a fontos bácsival. Ki a fontos bácsi? Nem mondjuk, nem politizálunk. Politikus ment. Aha. Megették már a lekváros kenyereket? Nincs lekváros kenyere. Van egy külön VIP büfé, pogácsával, jó meleg volt, picit fűrőt, poros ízű, de jó meleg, meg volt kávé nekünk, de ez a VIP jó, azt hát nekünk van. És cukik a gyerekek, Ricsi? Nagyon cukik, mindenki nagyon cuki. Akarnak ők is rappelni, vagy mondják, hogy tanítsátok őket? Igen, de őket. Sokkal fontosabb az a Kuka, azt mondtam el, hogy november 7-én lesz új videóklipünk, azt mondtam már Kuka? Még nem mondtam. Nem, de mikor is? November 7-én. Ja, hogy november 7 és új videóklip, és mi lesz ez? Igen, lesz egy új videóklipünk, mondtam. 7-e, ugye? November. Igen, az a baj, hogy mondjuk klasszikusan nem játszik, mert a Csiszár nem szeretnénk, ez a biztos. Ezt már mondtam. Mondhatná? De kevesen vannak ennek az ellenkezőjében. Meg kell, hogy védjem a Jenőt, és meg kell, hogy védjem a rádiót, zenei tesztek alapján döntünk arról, nem egyéni szimpátia alapján, hogy kit játszunk és kit nem. Ez előadói önérzeteket sértett, és mindenki egy saját szubjektumnak gondolja, de itt zenei tesztek vannak. Tessék átmenni a teszten, és akkor fog játszani a rádió. Én úgy tudom, hogy nem vagyok elég jó. Tessék elmenni egy tesztre, tessék azon átmenni. Tessék végre jó számukat csinálni, jó? Egyébként ez egy jó ötlet. Na. Mi most a legújabb slágeretek? Tényleg mi csak az van. Tehát, ezért kérdezem ilyen barátian és ilyen kedvesen, hogy mi most a legújabb, egy kicsit én kiestem belőletek, de imádlak titeket. Ha kérdezem, akkor például a Petőfi az rongyosra játszotta minden változik című dalunkat. Tehát az egy tényleg egy korrekt kis szám, az elmúlt 30 évről szól, heavy rotációban 14 hete forog a zenetelevízen, a régi munkahelyeteken, Jani és Balázs. Ott van ízlés. Nem akarom mondani, hogy a zenetévé nézettsége konkrétan kimutathatatlan, a Petőfi számait szintén ismerjük, tehát azért ebből levonjunk le messze menő konzekvenciát. Igen, nincs, aki leállítsa a szervert. Az azóta megy, amióta eljöttünk. Más szelek fújnak már a fel, nézd bűvet a fia, azért, mert ti eljöttetek onnan, azért, mert ott vannak azért dolgok. Én imádtam veletek interjúzni, sőt, mi egyszer forgattunk egy közös videóklipet, arra emlékeztek, Ricsi? Amikor... Micsoda, fölraktam az internetre, egyébként meg lehet, akkor még jól néztél ki egyébként. Igen, ez ugye a nyár dala volt, vagy a nyár klipje, olvasók elküldhették, hogy mi történt velük nyáron, és a Ricsi és a Kuka nagyon helyesen ezt felreppelték, és erről forgattunk egy videóklipet. Amivel azért... mondjuk a videóklip rendező neve Kál Csaba. Atya úristen, azért... akinek például a Bang Bant is köszönhetjük. Igen. A Bang Bant opera filmet. Bizony. Én ezt hívom mondjuk, hogy ilyen magas művészetnek, nem? Vagy hogy hívják? Hogy hívják? Mi történik most a színpadon? Közvetítsetek éppen most, ki beszél, mit mond. Fölrakták az átlátszó pulpitust, az a nagyon full trendit, 2 mikrofonnal felkiáltóját, az kell, 2 mikrofon, mert nem sokára jön még egy fontosabb ember, aki miatt viszont abszolút meg se szólalni nem lehet majd. A mindenit milyen rangos eseményen lehettek? Próbálom kitalálni, hogy ki lehet az a 2 fontos ember. Az E-plusz invázió, emlékeztek arra, hogy még a Takarítónő című számot együtt reppeltük a színpadon? Még veletek? Még a Filip is ott volt, ugye? Hát most már ő... Az intendáns úr. Az intendáns úr is ott volt, akkor még Animal Kenivel reppelt ő is. Ennél sokkal csúnyább sztori, hogy a Vadon Jani kamerával együtt bejött az én konyhámba, és ott forgatott. Tehát, hogy azért itt voltak mélységek és magasságok. Ez mi volt a fasi? Az, hogy mit csináltál? Nem valami, ráadásul valami rockos műsor volt, vagy valamilyen pop-rock paletta. Puc úr rendezte, úgyhogy
jött ő. Igen, és a klasszikus vízóra. Ja, Istenem. Na jó, szó... új klipet, azt mondtuk, már lesz egy új klipet. De nem november 7-én lesz? Nekem ilyen rövid távon órián, tehát nem... De hogy ez mikor? Ez november 7-én forog? Igen, azok van, hogy ezzel a számmal, és képzeld el, hogy mobiltelefonnal vettük fel a videoklipet. Tehát azért az elég durva már, nem? Hogy itt tartunk. Hát igen, hogy lecsúsztatok? Hát igen. Hol van már a broadcast minőség? Hihetetlen low budget lehet ez a klip. Yeah, nincs mindenki jól megfizetett, mint egyesektől. Ja. Imádom benneteket, tudjátok, hogy imádom. A kuka olyan szépeket mondott rólad, most nagyon komolyan mondom, hogy egy picit meghatódtam, de tényleg. Tényleg nagyon helyes. Tényleg örülhetsz neki, hogy egy ilyen barátod van, mint ő. Miket mondtam rólad, Ricsi? November 7-én jelenik meg az új klipünk, amiben benne vagy. De ezt nem... Na jó, van akkor. Ezt nem telefonnal vetétek fel? Figyelj, hány éve vagytok együtt? Mert tudom, hogy nagyjából az Animal Kingdom-hez, mikor indult egy előtt. De most komolyan, egy 30 éves barátságról beszélünk? Vagy egy 30 éves? 20 éves barátságról beszélünk. Annyira jó veletek beszélgetni. Tehát megpróbálok exakt dolgokat. Te számod, Janival, neked hány éves barátságod van? Megmondom őszintén, mi 97. június 23-án találkoztunk. Barátságunk egy se. Egy percig se voltunk soha barátok, de jól el vagyunk. Nagyon jól el vagyunk, barátok nem vagyunk. Igen, de legalább mi nem hazudozunk címlapokért. Igen, nem is kéne, hogy barátok legyünk, az számunkra az már nem működne. De hogy én ezt közben irigylem tőletek, mert ez egy nagyon klassz dolog, amit mondtok. Na jó van. Te az egyik kötök el se cserélni. Te szemét vagy. Ja, bocsánat. November 7, hol látható ez utána, skacok? Telefonokon. Sehol. De most komolyan. Hát ti nem játszatok le a videóklipünket, nem tudok, ez semmi értelme, nincs videóklipet csinálni. Hát ez egy rádió, érted? Ja. Érted a látszólagos ellentmondás. De nem, de vagy tévében is, látszalak a tévében, ne veri át engem. Na melyik a legújabb dalotok? Ha megvan itt a gépbe, akkor egyet beadunk. Mit szólsz? Nem mondom, hogy rotációban lesz, mert azt nem tetjük meg, de ha most mondtok egy Animal Kingdom-ből, azt megmondom, hogy megvan-e, és egy mérföld... Erről csak egy rövid sztori, igazából sem, egy rövid sztori, csak hogy kapunk mindig ilyen jelentést a szerzői jogvédőről, tehát hogy melyik rádió mikor játszott a melyik dalunkat és hányszor. És egyébként volt, azt mondom, hogy 8 vagy 9 évvel ezelőtt egy olyan jelentés, hogy egyszer lement véletlenül, még a korábbi rádióban, nem mondjuk a nevét. A Damba, a Danubius, mondhatjuk nyugodtan. Hazafelé az útveszélyes című számunk, hogy miért ment le, és hogy kitrúgtak ki, amiért azt nem tudom, de egyszer lement 8 évvel ezelőtt. Mennyi jön egy dal után? Mennyi jön? 200 forint? 150? Mert akkor most ennyit teszek a zsebetekbe. Mennyi jön? Nagyjából egyébként 1 euró körül így van, tehát azt hiszem, mi az árfolyam. Igen, elég komoly. Oké, okay, mondom, mi van, csak karácsony, minden sarkon. Csak karácsony. Ne, attól, nem katasztrófa, csak karácsony. Minden sarkon, péntek, szól a rádió, és mindenki azt akarja, van ilyen dalotok? Mindenki azt akarja, meg akkor a gurul. Akkor lehetne inkább kérni mondjuk egy Magna Cum Laude, vagy valami. Ha jó zenét értek be, ne ilyen ítéken. Halál komolyan a gépre, mellettem a saját monitoromra. Egy jó kaszatibit nem. Figyelj, Ricsi, nem hiszed el, de mi most azt kockáztatjuk, hogy most legalább még 2 hétig nem fog nekünk köszönni vissza a ilyen. De most 2 hét ide vagyok. Na, melyik legyen, skacok? Szól a rádió, péntek, minden sarkon, csak karácsony, mindenki azt akarja, gurul. Péntek, legyünk aktuálisak. Péntek. Legyen legyünk a péntek. Aktuálisak. Na. Mennyi ez most? 150 forint? 200 forint szerintem egyébként, és ebben nem van volt, ahol adó is, hát akkor azért köszönjük szépen. Fia, 200. Zsűri teget, hogy ő is bedob még egy 200-as, és olyan, mint hogy kétszer adtuk volna le. Imádunk, szeretünk benneteket, vigyázzatok magatokra. November 7-én forog a videóklip. Nem forog, már kész van. Ja, akkor kész. A premier. Akkor van a premier. Ja. Na, küldjetek ja, egyet, megnézzük. Lehet mondani, hogy lájkoljatok minket. Hol? Nem tudom, hát ahol csak úgy, bárhol. Ahol lehet. ABC-be, kisboltba, bárhol. Nagyon hülyék vagytok. Jól van, fiú. Hülye vagy te. De tudod, hogy te vagy a hülye. Köszönjük. Nem, az a kopasz. A kis kopasz. A kis nagyszájú kopasz. Vigyázzatok magatokra. Szevasztok, Animal, ciao. Hello, Ricsi, hello, Kuka. Hello. Na mi újság van? Megjött a hidegfront, érzitek? Hát, egy picit igen. Tegnap nagyon cudar volt este. Most már jön. Hát egyébként ezzel nem csodálkozunk, mert ugye mégiscsak november van, vagy november lesz már mindjárt, úgyhogy hát most már itt volt az ideje. Na jó, ez nem igaz, de azért nem csodálkozok rajta, hogy egy picit már. Most már ilyen fűtési szezonnak már valami kis szezonja is lesz, vagy valami indokoltsága is lesz. Te kellett fűteni tegnap este? Mi már egy hónapja fűtünk. Mi is fűtünk. Szórakozzatok már. Nekem a lakás, vagy a ház az leül ilyen 19-re. Hát éjszaka ilyen 8-10 fokok vannak.
tudod, éjszaka, azért az nagyon lehűl. 19-ben a legjobb aludni, azt mondják. Én műképtelen vagyok, de azt mondják, én nagyon bírnám. Hát, ti csak... az ilyen háromba laktok. Ja, tényleg. Volt kreatív meeting tegnap, vagy mi? 18-ben lakunk, de azért már fázunk. Már nem olyan. Szóval igen, én aludnék egyébként húzva, de Viki olyannyira nem bírja, hogy muszáj, 24 fogot csinálni. Benni is ezt örökölte, 19-ben fent van. Nem lehet, hogy a Viki letekeri, hogy oda bújjál hozzá? Olyan hideg van, Balázs. Akkor befűtünk. Nem érted. Búj ide. Izé. 24 fokba alszunk. Szerinted mennyire van melegem? Az beteg. 24 fokba. 24-be. És akkor nappal meg 26 van? Vagy ilyen nem, nappal van hidegem. Aha. 24 fokát, akkor hozzátok menjünk nyaralni. Figyelj. Én nem fizetek be sehova. Felrakok az egyik falra egy ilyen tájképet. Jó posztert. Posztert tengerre leraktuk elé két napágyat, ott megvagytok. Nem kell, hogy bemenjünk. A csajok fázósabbak. A falhoz kapodunk kívülről, nekünk már az is elég. Igen, a csajok fázósabbak. De Benni is egyébként, ha gyerekkorában is, gyerek, most felnőtt lenne. Most hogy lassan. Voltunk valahol, egy szállodában, vagy valaki rokon, vagy valahol nem volt fűtés, 19-20 fokot a szobában nem tudott aludni. Hiába takartuk be, egész éjszaka fönn volt. Ezt örököltem a Vikitől. Na mindegy. Nálunk is egyébként a lányok a fázósak. Én nem annyira. Én el vagyok. Hát egy ilyen generalsósokat segít. Persze. Legfeljebb kicsit szorosabbra húzom a... Ilyenkor lecseréled a hálózsák? Nem. Tehát nincs téli nyári? Nem, hát csak szép van nyitva. Ja, az a nyári. Nincs téli nyári hálózsák. Érted? A külső a téli, a belső a nyári. Na, mert van olyan hálózsák, amivel tudsz kinn aludni a pusztában. A legnagyobb buli. A legnagyobb buli. Ha? Szeretnék én egy ilyen imádom. Túrát. Nagyon. Én is úgy vágyom rám. Ugye? De úgy, hogy nincs is sátor semmi. Leterített szépen a szűz hóra a hálózsákodat. Belebújsz is neked jó állítólag. Hát jó. Figyelj, ha nem facsarná az orrámat kint a Denének a piszkának az átható illata. Érte? Én komolyan mondom, kint aludnék. Hát a hosszú távú tervény között szerepel egy ilyen falatnyi kis zöld gyep a ház mögött, úgyhogy én biztos, hogy fogok kint aludni. Na jó, de nem télen. Azt én is terveztem, hogy jövőre a gyermekkel kinnalszom. De mondjuk nyáron, a csillagos ég alatt, egy kis sátorral, egy kis elemlámpával kiviszünk némi kis elemúzsiát, aztán ott bóckodunk. A nagy Vinetú és a kis csingacsguk. Gyere, kis csingacsguk. Tanítom nyomolvasásra, meg nem tudom. Télen kiheveredjek, és akkor feküdjek, hát nekem ebben nem sokan. Meg vagy, bekented? Nem. Jó, addig becsukom a szemem. Nem, most komolyan fázok. Egy SMS-t írtam, hogy írt egyik kedves ismerősöm egy e-mailt, és mindenképpen válaszolni akartam rá, és itt a kereszthúzatba bent a metróba tettem meg mindezt, és emiatt egy kicsit szétfagytam. De az, hát, csodálkozom, hát, november van, minden szentek mindjárt. Nincs még október van. Jó? Ja, jó. Figyeljetek, nagyon durván itt lesz a karácsony nyakunkon perceken belül. Hát ezen ne mondd, mert szorongani kezdnek. Karácsony! Ne, én szorongok. Kari, szilveszter. Hát azt nem is tudom milyen. Mióta gyerek megvan, nem voltam normális szilveszteri buliba. Majd most belehúztuk. De jó volt otthon ülni, nem volt jó? Karácsonykor? Nem, szilveszterkor. Jó, nem volt jó, már látom. Nem is tudom, hol voltam. De otthon, mindig otthon vagyunk. Megnéztük a tűzijátékot. Hívjatok át magatokhoz valakit, vagy az... De minek, mi? Persze, ne jöjjön. Zsibatnak ott nálam, tudod, nem tudok itt tenni. Dúlós kávé. Dúlós kávé, igen. Négy barátom nagyapja 10-kor lehozta az ágy, nem itt elkezdett megágyazni. Hallod? Érezték a vendégek, hogy menni kell, érted? Tehát nincs ezzel majd. Hallod? Nem attól vagytok, vagy hazavittetek minket? Nem, voltak tavaly is nálunk, én 10 körül elmentek, én nagyon lájtos volt, de nem hiányzik már ez a szilveszteri buli valahogy. Én imádom. Igen? Mi mindig elmegyünk valahova, 3-4 család van, akik így összejárnak, bérelünk valami építményt, amit aztán később föl kell újítani. Ez tök jó. Már hogyha mi elvonultunk. Én nagyon rákaptam most az ízére. Tegnap láttam egy nagyon jó kis videót, amiből kiderült, hogy akár egy sluk is nagyon komoly problémákat okozhat. Ezt megnéztük, ott a családnak is megmutattam. Hát ilyen prevencióról van szó egyébként, nyilván tök olcsón. Valaki, azt hiszem, talán az ORFK csinált egy ilyen kis filmecskét, ami arról szól, hogy fiatalok megbeszélik, hogy délután nincsenek otthon az ősök. Aha. Akkor csinálnak egy ilyen kis bulit, és hát figyeljetek a szomszédok hagyományait, a legtisztább, a legrégebbi, a legpatinásabb hagyományokat felelően. De csináltak egy olyan filmet, hogy Atya úristen, de jó!
Fény, nem hiszitek el. Tehát, hogy ahhoz képest a 80-as évek elején a dohányod a füstben csak elég, nem előtte félsz, hogy égsz. Igen, előtte még se égsz. Kampány az ahhoz képest az maga volt az Avatar. Tehát, hogy körülbelül, ugye, ahogy összehasonlítanál a Pierce kapitány kalandjaid meg az Avatar, na ez a kettő. És dohányzás ellene? Hát figyelj, Feri, hogyha nem láttad, mindenképpen nézd meg, mert okolni fogsz belőle. Tehát, hogy rögtön el fogod félteni. Elkezded félteni majd annyira a gyerekeket, hogy valami hihetetlen. Hát csak, hadd mondjam el, hogy a legnagyobb látványelem a végén az volt, hogy lentről fölfele megmutattak egy mentőautót, aminek villogtak a jelző. Nagyon veszélyes. Nem hiszed el, hogy hogy van lefordult. De tényleg nem. De tényleg nem. És akkor a filmnek a végén ott van, hogy mennyit költöttek egyébként így erre a prevencióra, így ámblok, nem csak erre a kisfilmre, de azért csak csengetek értem, hogy 120 millió. De a filmért? Hallod, de én nem tudom, hogy ki csinálta meg. Biztos kevés volt rá a pénz, azért lett ilyen. Aha. Kellett másonnan, vagy máshova kellett. Hát előfordul, hogy még azokba is tudnak rakni azok a dolgok és kreativitást, amire nincsen sok pénz, de hát... Kínos beszélgetések vannak benne? Csak az van. Csak az van? Igen. Csak az van benne, de szeretném. Nem bánom, hogyha nem tudsz megszólalni, hát, de mégsem mondja nagyon rosszat. Meg fogod nézni. Meg fogod nézni, és utána nagyon elkezdesz majd aggódni. Meg a saját és a gyereke egészségéért mi? És leginkább azt fog foglalkoztatni, hogy miért vagy itt, amikor máshol is kereshetnél a könnyebben. Nagyon sokat. Pedig a rendőrség most dolgozik, tegnap mentem Ceglédre, meg jöttem vissza. Este felé. Nem futottam bele, mert tudtam, hogy lavina van, és akkor itt már működik egyébként a dolog. Mondjuk már nem szoktam én sem gyorsan menni, de most különösen odafigyeltem rá, hogy a 4-es számú főúton mész, ott van egy csomó hely, ahol ilyen 60-as, meg 30-as tábla van. Hát és azt azért nem mindig tartod így észbe, hogy most ott egy kicsit így visszavesznek belőle. Nagyon figyeltem tegnap, és ott voltak, kérlek szépen, egymás után szépen sorban a rendőrautó. Hány kilométeren belül, vagy hogy? Hát nem is néztem, ilyen tizenvalamennyin belül volt. Azt kilométer? Igen, tizenvalahány, tehát volt mondjuk a nullát számolsz, akkor arra 12 talán, és onnantól kezdve még volt egy, az meg talán 8-ra. Körülbelül így voltak. Tehát 10 percen egyébként belül voltam, ha arra akarsz rákérdezni, mert ugye tegnap te észrevetted azt, hogy a jogszabály az úgy szól, hogyha 10 percen belül még egyszer megbüntetnek, akkor az a büntetés az nem úgy érvényes, ahogy mi az gondolunk. Érdemes ennek utána nézni, így van. Ha valaki 10 percen belül kétszer megbüntetnek, akkor a közúti közlekedésről szóló szabálysértések büntető nem tudom mi alapján. Aha. Igen, vannak kritériumok. Ja, úgyhogy nem tudom. Vagy például, ha kétszer megbüntetnek, akkor egyszer kapsz egy 30-at és egy 45-öt, akkor a kisebbet kell befizetned, és a kettő közötti különbséget csak a másodikból, tehát ott már csak 15-öt. Aha. Ezeket jó tudni. Jó, úgyhogy ezek nézetek után nagyon rendes voltam, de tényleg odafigyeltem, úgyhogy az ilyen jellegű megelőzés az megvan a dologban, hogyha valaki így hallgatja híreket, hogy egyébként ott van egy 30-as tábla például, hát ott azért 40-50-nel szerintem mindenki megy, aki betartja annak innen is tiszteletem, mert egyébként a környéken semmi nincs, érted? De még az se, hogy egy megvadult rackajuk átmegy előtted, és akkor véletlenül, tehát hogy azért van a 30-as tábla, az sincs, de most betartottam, és akkor így szépen megúsztom a dolgot, de tényleg működik a lavina, és vigyáznak ránk. Szedik a pénzt. Hát jó, akármelyik. Vigyáznak ránk, én amellett teszem le a voksom. Igen, legyünk már rendesek velük. A kisfilmhez hozzátartozik, amiről beszéltem, egészen pontosan fogalmazzak, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya. Aha. Készítette ezt a kisfilmet, amiből egyébként még lesz. Mert összesen 15 darab ilyen kisfilmnek az elkészítését vállalták itt az internetes portál szerint, amin fenn vagyok, és hát nagyon szórakoztat, én mindenképpen támogatom. Mert egy kicsit azt látom, hogy egy új Szabó család, egy új szomszédok lehet belőle. Lehet, hogy a retro feelinggel akarnak hatni, nem? Uh-huh. Hogy hát azt... csak azt tudja, aki látta, na az a baj, hogy addig nem is nem tudsz, mit megnézem. Megfogjátok talán az internetes portálok, nézzétek meg, tanulságos. Na, ezt a Costa Concordiát akartam mondani. Hallgattam itt reggel a híreket. A lánytól, aki mondta. És... hogy esetleg Karolinára gondol? Ja nem. Oké, jó, megvan. Mire gondol? Hát semmi, ő nagyon jó anyagokat szokott készíteni, és szoktam őket hallgatni. Nem tudom, ki készített, ezt csak viccből mondtam egyébként. Igen. Nem hiszem, ezt a Karolina mondta egyébként. Ez Karolina volt? Igen. De hogy, tehát, hogy a fő pincér, hogy megy ez, érted? Te több ezeren utaznak egy hajón, de hogy azért ez a kapitány, meg ez a főpincér, ez mekkora játékos volt? Főpincérnek születésnapja volt. És a főpincér arról, aki szigetről származott, az a Giglione, vagy nem tudom pontosan, ami mellett egyébként elmentek.
És ő szólt a kapitánynak, hogy tesó, húzódjunk már közelebb a parthoz kicsit, hagyj integessek már ott a idejéknek. Kapitány mondta, hogy tesó, miért kérsz ezt? Nem, mert szülinapom van. Szülinapod van, tesó? Hát, akkor bemegyünk a sziget közepén. Miért nem ezzel kezdted? Felszólt a főpincéri születésnapja van, és a kapitány mondta, hogy jó, hát akkor kicsit megörvendeztetjük a főpincért, és közel húzódott a parthoz. És hát aztán tudjuk a végkimenetet. Érted? Tehát, hogy te éveket szenteltél arra, hogy egy ilyen komoly státuszba jussál, mint egy ilyen hajó kapitánya. Ott azért az már felelősség, rang, tanulás, iskola, évek, pénz, innen. És azt mondja neked valami félkegyelmű, hogy Amici, menjünk már kicsit közelebb a parthoz, mert születésnapom van, jó? És bekormányozza a hajót, és felteszi, kikapcsolt szonárral, mindennel, ugye ezek már előre is mutatják, hogy milyen mélység van, nem csak ami alattad van, mint a kis géphajóknál. Mi ez a sípoló hang? Nyomjátok már, kizd meg! Nem hallok semmit. Hogy tudjon az integetni. Mert hogy ott álltak kint a rokonok, és akkor azok látták volna, hogy nézd már, milyen közel jön az a ott nagy a Luigi. Hát, de ott a Luigi. Hát, ott nem a Luigi. Húzd már meg a dudát. Isten éltetve sokáig! Nem hallja, menjünk közel. Hogy ez körülbelül olyan, mint egy repülőgép kapitány, ha azt mondaná, hogy figyelj, nem tudom, ereszkedj már a 600-ra, mert itt laknak Csepelen anyám, még kicsit mozgass már meg a gépet, érted? Locsolj már a házukra egy kis, igen, locsolj már a házukra egy kis kerozint, vagy gyújtsunk már örömtüzeket, vagy nyisd már ki az ajtót, kidobok valamit, hát ha pont beesik az ajtón. Hogy? És te befizetsz egy hajóútra, és mint a két hülye miatt, érted, meg a 30 ember azért, mert azt mondja, hát figyelj, hát a főpincének szülinapja van, hát akkor közel kell menni, hogy ez így hogy? De azt gondolná az ember, nem? Hogy az ilyen típusú emberek, akik ilyen titulusban vannak, azok komoly, érett döntéshozók, akik vállalják a felelősséget több ezer emberért. De hát akkor menjünk ki a partra. Kicsit nézelődjünk. Óriási. Születésnapja volt, értsd már meg. Igen. De most mi, hát, neked még mi kell? Ja, hát most tényleg. Egyszer van születésnapja egy évben az embernek. Szóval, hogy így az eszem megállt, ezt így hallgattam. Tudtam a sztorit, hogy valami ilyesmi volt, hogy közelebb mentek integetni, tehát ezt én ismertem, csak ezt most így még egyszer reggel meghallgatva, ezt gondold el, eszed ott a kis kaviáros szendvicsedet, meg a kis lazacodat, ezt csak azt érzed, hogy ez a hajó ez így elkezd oldalra dőlni, nem? Volt egy kis csattanás, volt egy kis csattanás, kicsit dőlsz oldalra, aztán jön be a víz. Konkrétan mondjuk a gyerek normálisan alszik a kabinban, valahol négy emelettel lejjebb. Bizony. Elkezdenek mentőmellényt osztani, találj le, ébreszt föl, szed ki, vidd föl az eligazításra, mert egy hülye integetni akart. Tehát egy döbbenet. Idióták. Elképesztő. De most komolyan. Szerintem még simán az is benne van, hogy előtte fölhívta a Family-t, hogy gyertek ki a... Biztos, hogy ez volt. Persze, gyertek ki, közelebb megyünk. Tudod, hát egy ilyen kis szigeten, egy ilyen nagyon nagy kivilágított hajó, biztos, hogy baromi látványosan nézett ki. Család mit szólt, amikor a hajót megállt? Nézd már, milyen jó arcok, le is orgonyoztak. Aztán közben nem, ott meg már az átonyra futott a hajót, fölvágta az olyan jobb oldalát, vagy a bal oldalát. Ez kemény, nem? Nem gondolnád? Borzasztó. Lehet, hogy tényleg, tehát ez így megy. Főnök, úgyis itt gyakorlatozunk arckocsikkal, ugorjunk már be a falumba. Érted, anyám nokedlit csinál. Hát körülbelül ez, hogy így, hogy erre egy ilyen beosztás ember azt mondja, hogy hogy mennéd normális, vagy integessé, küldje levelet, itt van az hajón 3000 ember, ráadásul nem tudom, itt ilyen zátonyos szakasz van, de hogy megyek? Hát persze, hogy gondolod? Hát hogy gondolod? Megkormányzol egy ilyen hajót. Egy kis hajóval nem mész ilyen közel. Neki soha többet semmilyen szét, de hogy egy sajkába, egy deregébe, egy csónakba, egy vízibiciklire nem szabadna felszállnia, és soha hát semmilyen hatalmat. Igen. Hát... Okay, én nem tudom, hogy van az, hogy a többiek nem hibásak. Hát persze, tehát a kapitány, gondolom, valamit mondasz, végre kell hajtani. Gyerekes lehet egy ilyen hierarchia, nem? Hogy ja, ilyenkor tudod, van jogot például fölülbírálni? Te tudod, hogy hülyeséget csinálsz, hogy még nincs bekapcsolva a szonár, vagy ismered azt a részt, tudod, hogy zátonyos, vagy mit tudom én. Vagy amit a kapitány mond, azt az első 10 másod, azt nem kérdőjelezheted meg. Tehát azt mondja, hogy menj arra, akkor neked arra kell menni. Nem? De nem meg se tudod kérdőjelezni, hogy mi a hierarchia. Vagy mondjuk részeg a kapitány, és kiad valami parancsot, nem tudom. Ezt megkérdőjelezheted egy ilyen hajó? Hogy van ez? Tök izgi, nem? Hát biztos, hogyha, de lehet, hogy ők se látták, de nem volt tényleg szonár, ami csipok, hogy figyelj. Még régen, amikor ez úgy történt, azt hallottam, igen, hogy ráadásul a szonár is ki volt kapcsolva, mert ugye az előre is jelez. Hát persze. Ez nem csak alattad mutatja a mélységet, hanem az előre is nézi, és a visszavert, mint a sugarakból mondja, hogy milyen mély a víz előtted, mint 50 méterre, vagy 100 méterre. Hát meg most már azért nem térképeket hajtogatnak kifelé ezeken a nagy tengerjáró hajókon, a nyilván van egy központi számítógép, az összes veszélyes pont nyilván ebben jelezve van.
van, az is valószínűleg jelezve van, hogy mennyire mehetnek a part közelébe, tehát hogy azért itt biztos vagyok benne, hogy nem csak egyetlen olyan biztonsági berendezés volt, vagy van egy ilyen óceánjáron, ami azt jelezné, hogy ebből esetleg baj lehet. Biztos vagyok benne, hogy több van. Tehát, hogy ilyen nincsen. Meg eleve egyébként az fura, hogy kikapcsolható a szonár. Hát, mert ha kint vagy a nyílt óceánon, minek pittyegjen? Hát, de az csak akkor pittyeg, amikor olyan közel vagy már mondjuk a tengerfenékhez, ami esetleg veszélyes, vagy pedig valamilyen zátonyhoz. Tehát, amikor kint vagy nyílt tengeren, akkor a szonár az nem jelez. Hát, de furfangos Giuseppe megoldotta, hogy legyen tehát, hogy amíg van alattak, van alattunk, hogy 900 méteres mélység, akkor jobb lesz, vigyázni. Tehát ilyenkor a szonár valószínűleg nem jelez. Akkor jelez, amikor probléma van. Aha. Vagy lehet. 7 óra múlt 8 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Hello Feri, hello Jani, hello. Hello. Drága hallgatók, várjátok, halkítok a tévém. Nagyon interaktív, minden tévéz, van, aki tévézik, van, aki újságot olvas, van, aki nem tudom, feltett lábban körtét eszik. Gyerekek, hát ez... Ki az? Érdemes... Egy kis szelete az országnak. De ki az? Egy kis szelete. Igen, érdemes lenne egy ilyen webkamerát beszerelni, nem? De hogy így a megszólások között mi történik? Mi történik a stúdióban? Ki akkor mit csinál? Sennél. Hát persze. Persze. Simán. Kedvet csinálnám mindenkinek az evét, sőt Balázsnál jó ízűben, senkinek szép. Én azt gondolom, hogy ahogy egy körtét meg tudok enni, úgy ebben az országban senki nem eszik körtét, az biztos. Vendégeink vannak itt a stúdióban. Kedveljük, imádjuk, szeretjük őket, és eljöttek hozzánk személyesen, gyerekek. Hát azért ez egy nagy megtiszteltetés, ugye? Voltak már itt többször, reméljük, hogy szeretnek hozzánk jönni. Korda György és Balázs Klári, jó reggelt kívánunk! Hello, jó reggelt! Hogy szeretnénk jönni, hát akkor jönnénk? Hát akkor gondolom, hogy nem. Korán, ha nem szeretnénk jönni hozzátok? Na, hát imádunk veletek beszélgetni, és olyan régen beszélgettünk már, úgyhogy gondoltuk, hogy meghívunk. Ez egy hányas kelés nektek ilyenkor onnan messziről bebumlizni? Mondjuk, ha Velencéről, akkor 5 órás kelés, hogyha a szállodánkból innen a második kerületből, akkor ez egy 7 órás. Igen, én 7-kor, a Gyuri 7:30. Az menő. Már hogy a szálloda, az jó. Jó. És ott laknak mellettetek mások, és közben nektek is van egy szobátok? Vagy ezt hogy kell elképzelni? Nekünk van ott egy lakásunk. De király. Mert télen azért, ha nem tudunk lemenni Velencére, valahol léteznünk kell. Azt észrevettétek, hogy a Feri is Velencei, és kötőletek nem áll 400 méterre? Találkoztunk, de nem jött el hozzá. Most volt Klárikától egy kávézásra való meghívás, de amikor visszaköltöztünk. amikor már fölköltöztetek Pestre. Hát akkor tavasszal, vagy nem tudom mikor jöttök újra, akkor tavasztól bármikor a kávé és a süti, amit én fogok sütni nektek. De egyébként nagyon vicces, mert ott szoktam elúszni a házatok előtt. Úszásnak nem jövjük sétálni fel. Hát jó, a megkér a víz. Azért igen, azt gondolom, hogy a te úszásod az. Nehogy azt mondod, hogy a stégünkre kiszoktál. Nem mertem még föltenni a lábam, gyere. Viszont téged, Gyuri, már láttalak kint kondizni a teraszon. Ki van még egy ilyen kondigép. Gyuri bá ott ül, és tekeri, nézi a vizet. És ti is biztos kiszúrtátok Feri mögött a bálna vadászhajóval. A Ferinek azért nehéz partra menni, mert mindig, ha kimegy a partra, akkor jönnek a gripbiztosok, és vizes lepedőt tesznek rá. Úgyhogy ezért baromi nehéz. Na, ilyenek. Hát hallom, hogy te kondizol, tényleg? Hát ez egy nagy dolog. Hát kondizokkal, de tehát nem kell komolyan menni. Ez egy kicsit mondjuk a hasam izmait. Próbálom. De minden reggel ráugrik a kondigépre. Gyuri, ne szerint! Most ajánlottak egy kondigépet, ami azt mondták, hogy nézhetem a televíziót. Na. Közben hason kell rajta feküdni és fölhúzockodni. Jó, azért minden ne higgyél el. Nem? Nem tudom, hogy lehet, hogy ez jó, de azért minden nem szabad benyalni. Nagyon jó ez a kis hasizompad, de... Te is csinálod? Igen, de olyan izomlázam van utána, szóval ez kőkeményen megdolgozott. És ott hasasztok együtt a nappaliban? Az nagyon helyes lehet. Nem, egyszerre nem tudjuk, csak egyenként. Na, de hát gondolom kell a kondi, mert ugye zajlik ez a nagy turné sorozat, ugye? Igen, ehhez kell. Kell. És túl vagyunk az első 8-on. Az igen. Most azt mondjuk el, hogy tudjátok, miről szól? 55 éve a pályán. Igen. Hát nem lehet. Nem látszik, mi? Ez nem. Ez abszolút nem. És ennek egy ilyen jubileumi, nem azt mondom, hogy ez egy ilyen... Azt mondják, hogy életmű koncert az a neve, de nem fedi a valóságot, mert életmű koncert akkor van, amikor az ember egy kerek életművet
már úgy érzi, hogy befejezett. Hát, ez nem hangzik túl jól ez az életmű, ez kicsit ilyen elfekvős, nem? Lemondós. Ez a jó. Ez ilyen lemondós, nem szabad így hívni, mert ez azt sugallja, hogy ez az utolsó vége, és aztán soha többet senki nem lép fel a színpadra. Az az érzi, szóval a végén úgy csinálni, hogy van egy dalunk, hogy a time to say goodbye, búcsú szépen el, és mondom, hölgyeim és uraim, hárvon is most búcsúzunk, és letargikus csönd, azt mondom, nem végleg, csak a most. Mai estén. Három órás ez a koncert. Igen. Szóval hogy bírjátok az fizikailag? Hát az a menő nem rockstároknak is vagyunk, kimerítő. Nem csak hát mi vagyunk, van egy szünet. Ja, tényleg van fél táv, nem van egy szünet, és jó? Egy nagyszerű vendégcsapatunk van, az Express együttes Solymos Tóni vezetésével, aki 25 éve nem játszottak együtt, és most az ő nagy slágerek, a harmonikás, ó, egy kis csók, hull az elsárgult levél. Most hát Jani erre lassúzott az esküvőjén, úgyhogy ő ezt ismeri. Erre aranyos, erre ezeket ő ismeri egyébként. És mekkora szünet? 10-12 órán? Nem, 25 perc, nem 25 perc a szünet. A kicsi milyen szemét, mi? Hasazok. Hát azért, ami nagy dolog ebben, hogy a mai világban 19 sportcsarnokot bevállalni, én amikor a Gyurival erről beszélgettünk, azt mondom, Gyuri, halálugrás, és nem is gondoltunk bele. Nem gondoltam bele. Akkor jutott el, mikor elkezdtük előtt egy héttel, jutott el az ezen, hogy te hülye, Korda, mit vállaltál? Igen, nagyon. 20 sportcsarnokot. Igen, nem mondták az elején. Az, hogy megtelik, ez egy egyik kérdés, az is egy szörnyű kérdés, a másik pedig az, hogy fogom ezt végig csinálni. Tudnék, 24 dalt énekelek. Az nem nagyon kemény. Az nem nyugis. Van úgy, hogy lementek kicsit beszélgetni, vagy a Gyuri lemelte, van, hogy közben énekelsz. A második dal után behívom. Hát persze, megoszlik a munka. Nekem kell a segítség. Olyan nincs, hogy a rutinból hazaindul Gyuri Velencére, és akkor utána. Nem, még van 12 dal. Nem. De hát azért dicsekedjünk el vele, hogy ezek a sportcsarnokok telt házasak. Ez egy nagyon nagy dolog. Valakinek egyszer sikerül megtölteni. Igen. És nem csak az, hanem az egész végig a koncert egy során egy ünnep, és a végén az, hogy sportcsarnokokban fölállnak az emberek. Azért igen, az utolsó dalnál állva van. Hazamenni. Én meg ilyen, esküszöm neked. Klárika, miért jöttünk, gondoszkodnak velünk? Hasazunk, ülve legyen között. Köszönöm. Aranyosak, én szoktam őket hallgatni. Jó a buli, de egy kicsit kirázott ma reggelne a fogorvos. Nem engedni. A fogorvos, igen. Hát az egy érzékeny téma volt reggel, imádták, igen. Kinek milyen fogorvos, meg mit csinál, meg hogy csinálja. Azt gondolom, mosni kell kicsikortól, aztán nincs annyi baj. Igen, ez a lényeg. Látod, mondhatok egy intimitás? Ha egymással, akkor meg pláne. Nekem egy fogam sincs, és 32 fogam van. Tessék, fejtsd meg! Egy fogad sincs, és 32 fogad van. És nem olyan, hogy este kiteszed. És nem protézis. Na, ezt nem tudom. Tényleg? Egy fogam van. Miért nem hallottam még implantálás? Jó! Neves egy picit? Istenem, megvakultam. Figyeljetek, ennyi ideje a pályán. Azért azt nem mondjátok, hogy rengeteg időt töltötök együtt, de tényleg, tehát együtt jöttök, mentek, nyaraltok, pihentek. Van olyan, hogy azért egy kicsit összezördültök? Nyilván van olyan, hogy valaki kicsit durci, és mondjuk egy nap. Mi a leghosszabb? Mi a leghosszabb mosolyszünet ilyenkor? Mondjuk a ma reggel után. Három perc? Negyed óra. A Gyuri nem kicsiségű, hogy hol vagy, mert mennünk kell, lekésünk, ez a ma reggel engem volt. Engem egy másik csatornától hívtak interjú miatt már 8 órakor, és ez eltartott 8 óra 10 percig, és ebből tűz lett, mert hát a Gyuri már indult volna, de hát igen, te egy ilyen precíz, pontos, időben odaérő, egy ilyen igazi úriember vagy, én ezt tudom róla, nem szeretsz késni. Tudom, hogy nem trendin, tehát tényleg nem régi vágású úriember. A koncertek előtt is ott vagyok másfél órával. Tényleg? Hát nem csak azért, mert ugye beállás kell, hangbeállás, stb. Hanem vannak dolgok,
amiket ki kell próbálni. És mi az, ami mondjuk Kláriban még így 30-40-50 év után is a hajadéknek áll, mert mondjuk lassan készül, vagy mit tudom én. Maximum. Igen? Ez a maximum. Egyébként 33. Csak 33. 34 most már. Mikor lesz? Jövőre lesz 34. Akkor lesz 34, ha élünk addig, Gyuri. A 33-as már megvolt. Minden évbe vettem a születésnapjára egy-egy tollat. Megvolt mind a 33 tollat? Minden évbe kapsz egy tollat? Hát, az mind csak tollat venne. És megvan? Tudod, hogy hol van mind a 33? De imádom a tollat. Igen, ez állja egy fiókba. Még előlem is. De kicsomagolja őket? Néha megnézegetem. Klárika, akarod valamelyiket? Én tőled Gyuri tollat. Hát tőlem kaptad. És Gyuriban mi az a tulajdonság, ami még így 33 év után is egy pillanatra meg tudsz tőle örülni? Egy pillanat. Gyorsan eszik. Gyorsan eszik. Nagyon gyorsan eszik, és én nem tudok olyan gyorsan enni. És amikor ő már megette, akkor azt mondja, na menjünk már. Mondom, Gyuri, hát én még csak a felét toltam. Hát igazán. És fél, nem azért, neki négy bátyja volt. Igen. És amikor vacsoráztak, hát nem volt sokszor vacsorájunk, de amikor vacsoráztak, akkor gyorsan kellett megenni, mert különben a bátyja jel. Elfordultam, és a tányérom már üres volt. És kivitte. Hát te, hát megetted az előbb. Én. Hát ennyi testvérrel persze. Persze. Ennyi testvérrel a muszáj. Mi van a pókerrel? Játszol még? Vagy oda, van még időd egyáltalán? Most egy kicsit nincs időm, de játszom is, és hát természetesen közvetítek. Igen. Most egy nagyon szerény kis cash game-et, már készpénzjátékot közvetítek. Épp most az egyik ember olyan, azt hiszem, egy all-in-ra rátett 50 ezer fontot, el is vesztette. Júj. 50 ezer fontot? Igen. Szerény. Font. Az ugye készpénzes játék, már oda ülsz és készpénzzel fölállsz, és aztán az vagy buksz, vagy nincs. Ha játszik az ember, érted akkor? Nem? Akkor ne vicc. Ha játszik az ember, nem akkor viccelődik. Ne vicceljünk. Akkor 50 ezer. Kirabol egy bankot, és megy játszani ennyi pénz. Mennyi volt a legtöbb lóvé, amit elbukott a Gyuri? Gyerünk. Az a Mauritiusi kis ügyünk volt. A kis Mauritiusi. Na mi volt de az? Nem pókerbe. Nem pókerbe. Akkor még blackjacket játszottam, és tele volt kínaival a kaszinó elnöki, és nem volt szabad asztal. Nézd oda, ott egy ember ülök, már nem is, volt megyek. Gyanús neki. Csak egyetlen egyet nem néztem meg, hogy 500 dollár volt a minimum tét. Mert én 10 dollárosban akartam beülni. Egy perc alatt elveszett, hát egy fél óra alatt ilyen. Klári, mit szólt? Hát már nem adott többet. Nem szóltam azt, hogy a Klárika van nyerni. Nálam pénz, vissza akarom nyerni. Nálam, Gyuri, egy fillér volt nálam. Egy fillér nincs a hotelben. De ilyenkor te régen ott álltál mellette a kaszinóban, és kibiceltél persze, régen? Igen? Sápadtam meg, hol így, hol azt tudod, vannak azért dolgok. Tehát nem adtam továbbiakra pénzt. Azt mondtam neki, hogy ennyi, nyaralni voltunk, szevasz Gyurika. Nem eszünk, nem iszunk, holnaptól semmit, menjünk vissza. De volt idő, amikor te is játszottál, vagy beültél, vagy megszeretted a pókert. Akkor nem. Akkor nem. Most már mondom, ez az a blackjack, csak mondom, hogy azóta téged láttalak most azért. Most tavaly Tampában voltunk, Floridában, és ott beültem egy versenyre, negyedik és lettél? Ott negyedik lett. Az póker volt? Póker volt, egyedül voltam nő. És versenyen jó játszik. Én, igen, én igazán a versenyeket szeretem, a cash game nekem túl heavy, szóval tudod mikor. De most nem lehet, most muszáj nem. Koncentrálni az előttünk lévőre, ugye Békés Csaba jön, Szeged. Pécs. Atyaisten, hány helyszínetek van még? Még 11, és a vége, amire remélem, hogy esetleg eljöttök megnézni minket az decemberbe. Mondhatom, hogy mikor? Mikulás után. Decemberben. A Szimacsarnok. Ja, az a záró. Az a záró. Hát. Volt most egy meglepetés, amivel kedveskedtél a Gyurinak a színpadon. Az mi volt? Egy toll. A 36. Éppen erre gondoltam, hogy már annyi tollat kapott tőlem, meg a 70. születésnapjára írtam neki egy életrajzi könyvet. Ki is kaptam érte nagyon sok hölgytől, mert azt mondták, ők voltak a nagy-nagy óriási szerelmei, és nem kerültek be a könyvbe. Mondtam, hogy minden pénteken 9 és 13 óra között fogadom az elhagyott szeretőket. De ja, a szeretők reklamáltak, hogy miért nem őket nevezted meg, hogy ő volt az a Gyuri első nagy szerelme. Igen, ez volt a könyv. És azt gondoltam, hogy erre, mivel nagyon szereti a filmeket, és az egyik kedvenc filmje volt egyszer egy Vadnyugat, és a Morricone írt abba
filmbe egy olyan zenét, ami csodálatos, és én ezt földolgoztam, és az egyik előadáson nem a legelsőn, hanem már a harmadikon vagy negyediken volt kész az anyag, és akkor elénekeltem neki. Hát voltak könnycseppecskék a szemeskében. Hát én őszintén megmondom, én nem szoktam pakolni a feleségemet. Hát néha pedig pakolhatnál, Gyuri. Hallod, Gyuri? Néha, meg, hát néha pakolhatnál egy kicsit. Ne tartsátok magatok meg, én érzek el a stagoinok. De így énekelni, én Isten bizony énekesnőt nem igazán hallottam. Tudnék, ez tehát nincs szövege. Itt a dalt nagyon a hangodra vagy utalva. Tehát a hangot ott, mint egy hangszert használja az ember. És olyan van még, hogy a Gyuri ajánlatokat kap, vagy földobnak egy bugyit a színpadra. Én vagy nem láttam bugyit, de látom. Hogy oda megy egy nő, és az, hogy Gyuri úristen, 40 éve arra várok, hogy vele találkozzunk. Van ilyen, amit én vagy egy kis üzenet? Nem, ilyen ászokat azt inkább földobnak. Hát néha földobnak egy kis mackó, vagy valami virágot, de bugyit még soha nem dobott. Tényleg? Az előtt időszámításunk hát előtt se, Gyuri. Nem volt soha ilyen, hogy egy bugyi landolt a válladon? Hát nem, nem kértél meg egy kellékest, hogy dobjon föl egy bugyit? Olyan már volt, ne? Ez azért van, mert egyébként a Korda koncerteken egyetlenül sincsen már bugyi. Igen. Most már nyugodtan mehetik. Mit kezdtél mondani, hogy olyan már volt? Olyan már volt nagyon régen. Na. Annyi idős lehetne, mint te most. És hát énekeltem szerelmes darainmat, és az első sorban bizony ült egy fiatal hölgy, így széttett a lábat, és valóban nem volt. Yes! Tényleg? És oda csekkoltál föl, kinom van egy pillanat. Nem bírtam levenni a szemet. Mutatott egy blendét, hogy nézzél bele, kinom. Belenéztél, Gyuri bácsi, onnan oda nézett? Csekkoltad, amit kell? Sötét volt. Hát akkor hogy láttad, hogy nincs rajta bugyi? Hát érezte, hogy ott valaminek lennie kell, ami egyébként nem volt. Hagyjuk ezt. Neked is volt ilyen, hogy az első sorban egy férfi ült és széttett a lábát? Nekem nem olyan volt, nekem olyan van, hogy Följön táncolni. Följönnek táncolni, és hát van, amelyik nagyon... Énekelő, az Zenga Mexikói Karnaval. Michael Bublé féle földolgozás van, és nagyon jól szól, és hát ugye szépen eltáncítánc, és van olyan, aki nagyon közel akar jönni, és akkor én persze ügyesen ellépkedek el, jön a kezed. Szóval van ilyen. De... Régebben én is táncoltam a hölgyeket, mikor én nekem, oh lady, én abban van egy ilyen tangó rész, igen. És akkor felkértem egy hölgyet. Melyik a legnagyobb tombolás most? Mire megy a legnagyobb őrület? Mi az, amire beindulnak, fölállnak, tombolnak, pogoznak? Többször fölállnak. Őrület van? Elképesztő, igen. Tényleg nem tudok differenciát tenni, annyira. Hát nagyon jó, mondjuk a saját számból ez nem jó. Oké, miket kértek például az öltözőbe? Tehát mi az igény? Vizet és kávé. Ennyi? Tehát se egy piros kép, se egy két doboz kávé. Legyen tiszta az öltöző. Tiszta, ha? Miért nincsenek ilyen kis alűrök? Hát én azért valamit úgy berendelhetnétek, nem? Egy-két víz, meg egy pogácsa, ennyi? Pogácsa nem. Testőrök, valami kíséret, bár semmi? Sosem bánt senki. Nem. Nekünk soha nem volt. Nem volt rá szükségünk. Mi a közvetlen találkozást a közönséggel nagyon fontosnak tartjuk. Az, hogy kezet foghatunk, megsimogathatnak nyugodtan. Minden, amikor nagyon náthás, akkor megpuszilgatnak. Nagyon. Az igaz, hogy ti Vegasban összeházasodtatok egy Elvis imitátor előtt? Vagy ez legenda, vagy ezt direkt csináltátok? De tényleg, hát volt egy ilyen utazós műsorunk a Kordáék a föld körül. És az egyik állomás Vegas. És Vegas volt, és de tényleg az ilyen Elvis imitátor volt. Are you lonesome? Igen. Ezt tolta? És ti ott álltatok a bráliban, és jó pofa volt. Hát jót röhögtünk. Volt tanunk, minden. Szenzáció. Figyelj, ti októberben mindig elutaztatok, és csak tavasz jöttetek haza, ez már nincs, vagy most már itthon vagytok télen is? Azt gondoltam, hogy ahogy megy az idő fölöttünk, egyre többet pihenhetünk, és ez pontosan fordítva van. Mondtam a Gyurinak, Gyuri, hát ahogy öregszünk, egyre többet dolgozunk, szeretnék pihenni. Hát nincs időnk elutazni. Mert régen egy fél évet azért így kinyestetek így a télből. De hát, az is munka volt azért. Akkor az ausztrál magyarokkal lett, nem? Ausztráliában, Kanada, Amerika. Szörnyű helyek, persze. Borzasztó. Szörnyű vidék az, igen. Lári, mindjárt mit mondasz, itt rögtön belét kötnek. Dehogy is, ez imádul. Hát azért hívtuk benneteket, mert imádunk. Gyuri, hatalmas énekes vagy, ezt mindenki tudja, de hogy neked volt valaha egy olyan iszonyat nagy példaképed, vagy egy olyan külföldi énekes, vagy esetleg magyar, akire így felnéztél volna?
Mert én erről soha nem olvastam. Magyar nem volt, mert az a fajta éneklés, amit én elkezdtem, és amit most csinálok életemen keresztül, az a fajta itt nem volt. Tehát a hanggal való Belcanto. De voltak, az olaszok között volt sok példaképem, és aztán hát én a legnagyobbnak tartottam eddig Tom Jones-ot, aki ugyancsak idősebb korában is nagyon jó. Nagyon jó. De érdekes például Engelbert Humperdinck-et láttuk Las Vegasba. Egész más, mint a Tom Jones. Fél óra után azt mondta, elnézést kérek, hölgyeim is, hogy borzasztó volt. De nem bírok tovább énekelni. És lement a színpadról. És volt valami pótprodukció, vagy bejött valaki? Semmi. Voltak nézők, akik mentek, visszakérték. Nekem ez olyan drámai volt, és nem is értettem, mert miért nem csináltak. Miért van szüksége? Ekkora énekesnek, hát nyugodtan lehet egy totál verziója is. Hát, hogyha baj van... Biztos visszakérte volna egy gyárat, nem? Te ott álltál volna sorba, hogy hát, az maga első kép. Izgalmas, ahogy ő Engelbert Humperdinck koncerten van. Hogy már az Jani nem nagyon járt külföldre, róla tudni kell, hogy ő nem nagyon járt külföldre. Nem nagyon. De milyen igazad van, tudod, minél többet repülünk, annál jobban. Egyébként azért nem megyünk most annyit külföldre, mert nem bírom ezeket a repülőtéri torturákat. Hát azt már megérti. Meg nyilván Klárikának az emlékei között még Kenél Mauritius. nem akarja, hogy kaszinóba köszönbe ki. Meg lehet csinálni itt Európában is valahol, Bécsig kell elszaladni. Ugye, azt nem mondod, amennyit nyertem már. Dehogy is, Gyuri, és hogyha az adóhivatal hallgatja. De pluszban van? Tehát mondhatni, hogy sok év alatt pluszban van. Hát egyszer volt egy ilyen csacska gondolata ezzel a Mauritiusszal, de egyébként... Na jó van, hát nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok. Imádunk, szeretünk benneteket, és nézzük. És köszönjük szépen, hogy a mai napra jó kedvünk lesz. Örülök, köszönjük szépen. Balázs Klári Korda György volt a vendégünk. 9:30 múlt pontosan, 3 perccel mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 3:40 lesz pontosan, 5 perc múlva. Tudjátok, miért terjedt el itthon a póker? Mert nem tudták kordában tartani. Jaj, a legjobb énekes Korda Gyuri bácsi, mikor megszólal a lányokon, nedves lesz a bugyi, írja valaki. Szia Balázs, szia Klári, szia Balázs. Szia Balázs, szia Klári, szia Balázs. A legnagyobb arcok, imádom őket, írja Szilárd. Király 9 Gyuri bácsi, all in, az így van. Király 9, egy edzából már szinte all in, igen. Király 9 Gyuri bácsi nagyon szereti. Egyébként tényleg nem, most már elmentek, aztán pláne nem kell neki puncsolni, de hogy én imádom a hangját. Tehát hihetetlen nagy énekes. Hihetetlen, mind a mai napig. Én azt szeretem, amikor beszél. Jó, szeretem. Egyébként torka van, persze. Egy nagyon jó énekes egyébként. Kérdeztetek, hogy a klubkoncertjük az nem fog átterjedni Moszkvára? Esetleg nincs egy moszkvai helyszínük? Mert hogyha ma esetleg... hogy mondod ezt a Moszkvát. Van már fuvar? Már fuvar jelentkezők vannak, de még nincs egyértelmű ajánlat. Picit aggódok Juli nénéért. A bőrönben kap-e még levegőt? Ha valaki ma megy Moszkvába és el tud vinni egy csomagot, írjon SMS-t. De csak az, aki komolyan el tudja vinni, nem a Szél Kálmán, meg Moszkva, meg tehát nem ilyen összefüggés, hanem az igazi Moszkvába. Jó? Egy csomagot ki kell jutatnom ma Moszkvába. Nagyon fontos. Nem mondhatok többet. Jó? Ha valaki ma megy és bevállal egy plusz, kifizetjük, értem ennek, tehát minden megvan. De nem. Legális a cucc. Legális, abszolút. Semmi. Nem, nyilván nem kábítószert akarok átcsempészni, vagy fegyvert, vagy nem tudom mit. Nem, semmi. Szerves? Nincs benne szerves. Mi van benne? Tehát fegyver. A Wundersünny szuper szexi pilot anya? Hát, ha megveszik. szeretném külföldön értékesíteni. Nagyon jókat mond, nem? Jó vele beszélni. Kedveljük. Hát, hogyha nem szakítja meg a vonalat valami titkos szolgálat, de azért tényleg itt volt velünk jó. Igen, ebben az anyagban ugye nem volt benne, hogy hirtelen megszakadt a vonal, mert 10 percig nem vette föl, és aztán újra tudtunk vele beszélni, közben nagyon sokan írták, hogy a Kossuthon nyilatkozott éppen. Akkor viszont hát viszonylag radikális módon lépett ki akkor tőlünk, egy hirtelen megszakadással, de 10 perc volna legalább elérhető volt. Gyuri bácsi. Ne jobb vágja ezeket. Melyik? Melyik? 52-es főút Kecskemét és Solt, 11-12-es kilométer között van egy trafi, ez ebben a pillanatban jött. Andi küldte nekünk, köszönjük szépen.
és az M7-es, 42-es, 48-as kilométerénél két helyen elbújva szintén most készülnek fotózni. Keszthelyen is beköszöntött a tél, nagyon hideg van, ezt Árgyi küldte nekünk, és az M5-ös 107-es kilométerénél Pest felé szintén lavina van, ez pedig Mafi írta. Na, hívjuk akkor őt, a nap hallgatóját. Elfáradtam. Picit pihenj. Ledősz. Most fogja felvenni? De hogy el, ami most jön? Nem. Vagy nem? Most. Aha. De hogy mondod, hogy amikor? De most ezt nem, mert ezt átbeszélted majd most. Tehát nem ezt, ami nem most ezt, megy. Nem, ami nem, ami volt, hanem... Hát akkor így ennyi. Ő volt az, aki azt írta. Egyébként Feri könnyen beszél a fogászati kezelésektől, ő mindig alfában megy oda. Jött az SMS, szerettük, nagyon sok szellemes SMS-t kaptunk, de ezt választottuk végül. Jól van, Csabi még mindig nincs, őt keresétek, viszont van helyette Garabi Gábor. Aki mindig itt van, de amikor megszólás van, akkor meg nem jön be. Majd talán előkerül. Viszont beszéltünk már róla, hogy volt egy nagyon jó fotópályázatunk, ezt nem győzzük eleget hangsúlyozni, marha jó sikerült. Így ébredtek ti, ez volt a fedő neve, beküldtetek nekünk egy rakás olyan képet, ami a reggeli ébredéseteket ábrázolja. Az első helyzetnek 50 000 forint készpénzt plusz ajándékcsomagot ajánlottunk föl, amit természetesen meg is fog kapni. Az első helyzet pedig az lesz, akinek a legtöbb lájkot kapja a fotója. Jelenleg már marha jó képek vannak fönn, többet már nem kell beküldeni, viszont buzdítsák arra, kedves pályázók, az ismerősöket, barátokat, szeretteiteket, hogy lájkolják a képeket. Itt mutatom a srácoknak, hogy ez egyik kép, ami a legtöbb lájkot kapta. Nagyon kellemes, megindítja az embernek a fantáziáját egyébként. Az a croissant, a pálma, az a világ, az asztalon. Egy hölgy látszik rajta köntösben. Köntösben, nagyon kellemes a látvány, de sok ilyen van. Még fönt, viccesek is, kevésbé viccesek is, állatkák is, gyerekek is, hölgyek, ura, nagyon-nagyon jók, úgyhogy lájkolj. És akkor a jövő héten hétfőn ki fogjuk hirdetni, hogy ki kapja meg azt az 50 000 forintnyi készpénzt. Így van, ez a morningshow.hu, ugye? Jó. Na mi van? Mondasz egy mondatot? Másik. Ahol még világít. Jó van, jó van, jó van. Csak 20 éves csinálom. Nem televízió. Hello, Gábor, hoztam egy vadonatúj huligánsz dalt, egyébként ennek azért van aktualitása, mert az Ferenc már tudja, nem tudom, ezt szabad elmondani, vagy ez még persze családi titok. Na, már elmondtam a srácoknak, hogy... Nekem ez óriási dolog az életemben. A kis Tibit kirúgták, és te vagy az új gitár. Ne, hogy nem vállalok ilyen zenekar. Hát az arénában fogunk muzsikálni, képzeljétek. Csak a mi kedvünkért megtöltik az arénát, és lesz valami zenekar is, majd játszik utánunk a Best. Tehát képzeljétek, a Rákóczi egy egész arénában fog gitározni, ennyi, velem együtt. Most rossz hírem van, hogy nem aréna, hanem ízi szimacsarvak, azt hiszem. Akkor már nem vállaljuk. Akkor már nem megyünk. Mert tök jó. Nem tudom pontosan hol lesz, de valamelyik a kettő. Remélem, hogy jó hangosak leszünk majd. Az biztos, az rajtunk okay minden segít. Ja, és akkor utánatok jön levezetésnek a huligán. Igen, igen. Utózenekar, mások előzenekar, még utó. Nem lesz könnyű dolgu. Az menő. Na jó, a remek. Nagyon. Kérdezem meg a remek zenéket. Na, csak a Csabi, csak már remek szerű. Ez az ő, szerintem ő levédette ezt a kifejezést, nem? De hogy jó dalok lesznek most is? Persze, egyébként tényleg hoztam egy csomó újdonságot, amit én nagyon szeretek. Remélem, hogy ti is fogjátok hallgatni. Mitől vagytok ilyen fáradtak? Ma ez egy hosszú nap volt? Vagy nem minden egyforma? Nem, hát egyrészt elég sűrű volt, meg ilyenkor már ugye mi így fűzünk le, és adjuk át annak, aki jön, Csabi bejön, hoz egy kis sztorit, futott, evett, edzett, ezek. Ja, sporton én is járok. Na, mit csinálsz? Tegnap futottam 10 kilométert, de hát ez nem egy olyan extra dolog, hát... Neked. Nem, hát, igazad van. Na, hát most, ha itt balra nézek, akkor de ti ketten soha életetekben nem futottatok? De... Csak én nem olyan szerek engem a futás, ez egy jó tenisz, vagy ez kvass, jobban szórakoztat, de nem, nem nincs baj a futással. Az én kezemben mozogjon valami, több mindegy, hogy mit csinál szerintem. Világos. De nincs ezzel gond, de ne aggódjál. Neked mi jutott eszedbe? Semmi, láttam egy ilyen, nem érdekes. Tényleg így van. És te ilyen sokat futsz? Tényleg? Ez nem olyan sok. Hát most szerinted ez sok. Ez bizonyítás kérdés. Ez azért, aki nem fut. 3-4 alkalom maximum. Korrekt. Az korrekt, azért 10 kilométer. És nem sok, mondjuk 3 éve körülbelül, tehát nem olyan régen. Kölyök koromban nyilván aktívan sportoltam, de aztán évek voltak, amiket kihagytam. Hát, na jó, nincs ebbe több. Ennyi munka ebbe tényleg nincs több. 4 perc a pontosan 10 óra, Garabi Gábor jön a kívánság műsorra, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.
leghallgatottabb reggeli műsora. Wake up, kids up. It's brand new.